Szóval egy dupla KO-s lebonyolítású versenyt szerveztél, Oragari. 2v2 formátumban lesz egy csapatunk, ami csak egy fős. Kuli Igen. egyedül játszik majd, az nagyon izgalmas. Kuli végül talált egy csapattársat, aki játszana vele. Kasszrollerről van szó egyébként. Az komoly csapattárs. Úgyhogy szerintem mehet is. Én Jó. megengedem amúgy. No move a játékmód. Jó, Kanadával fogunk kezdeni. Itt van útszám, Igen. talán 20-as. 20-as shield. Ez megtalálható vajon? 20-10, szerintem már fogja találni simán. Quebecben vannak ezek a kék utak, nem tudom, hogy máshol is van-e. Ó, van, hajaj. Saskatchewan is tele van vele. 40 másodperc van egy körre, azért az nem annyira sok. De egy nagyobb útról van szó, és ketten keresik egyszerre, így azért talán Igen. megtalálható. Nézzük meg. Igen, a Quebecben volt. A piros csapat Ó. meg nem vette észre, hogy Kanada. Igen, itt jött is a kérdés, hogy honnan tudtuk, hogy Island Kanada. Ugye maximum 70 volt a táblán a sebességkorlátozás, és az csak Kanadában van. Az Egyesült Államokban speed limit 70 lenne a táblán. Sztályírás. Hát Vagy igazából igen, tájírás, lejárat. de itt van nálunk még egy tájoszlop egyébként, meg ezek a sevronok. Ja, ilyen négyszögletes alapú oldalt lyukas oszlop, az tájföldi. Igen, már mindketten instant betippelték a kék csapatból. Na, figyeld! Nem Sanyi is gondoltam ott volna, van. hogy ott lenne egyébként. Nem láttam Ja, hegyeket éjszakon, aha. egyáltalán. Igen, nem. Viszont Sanyi is ott volt Tájföldön. Tájföld Kambodzsát osztottak meg, ez egy tök jó tipp. Szép volt tőlük. Következő körünk egy Új-Zéland lesz. Igen, ez ilyen tipikus maori nyelvből ered, talán nem tudom, ezek a szavak, rangitata. Meg ezek az oszlopok, amik hasonlítanak a Chile oszlopra, azt hiszem. Meg úgy látjuk egyébként, hogy ugye baloldalon közlekednek. Igen, elég komoly hegyek vannak amúgy tőlünk nyugatra. Déli sziget, Christchurch magassága, az jó lehet itt. Déli szigetre tippelnek a két csapatból, úgyhogy lehetséges, hogy az lesz. Na lássuk. Hoppá! Komoly, komoly tippek. Szale 2,6 kilométerre van. Sanyi is ott van Új-Zélandon. Na, egy remek Norvégia a következő körünk. És most már szorzók is vannak. Másfeles szorzó. Hát az E6 az nem sokat segít, mert az egész országon végig megy déltől északra. Hát igen, Úgyhogy... ez nem fog segíteni sokat, ez a road number, úgyhogy igen. Hát igazából annyi a dolguk, hogy hát mondjuk eléggé átlagosnak néz ki ez a road line, Igen, úgyhogy. eléggé generik ez a kör. El tudom képzelni ezt eléggé északon is, de én azért az oszlot mindenképp, egy oszlop környéki tippet mindenképp raknék a kettőből, mert annyira nem hegyes. Nézzük. Tarts eléggé közel lett. Szép line-up volt az utat. De nagyjából mindkettő csapat ugyanarra tippeltek Ugyanaz. egyébként. Igen. Következő körünk egy Ez csak orosznak tűnik. orosz ország lesz, igen. Itt szerintem lehet, hogy eldőlhet, ha már még kétszeres szózó van, úgyhogy. Igen. Hát a városi Oroszország aztán a legnehezebb egyébként. A vidéki körök sokkal jobbak, a sokkal jobban megtippelhetők. Ez részemről bármelyik településen lehet. Semmi, semmi nincs itt. Nagyon pici Nézzük. antenna van, az lehet, hogy Ó! valamit jelent. Novosibirskre tippel tartsa. És az volt egyébként picit Szép. délebbre. És az elég is nekik. Szép. De azt kell mondjam, hogy tök szépen helytáltak amúgy Leventék, Balázsék. Igen. Na hát a legstandardabb Ausztrál kör, úgy látom. Igen. Ezt gondolom csak simán Viktória lesz, Én ahogy nézem. ezeken a körökön én mindig Viktóriát megyek.
Ez annyira standard, nem tudok különbséget tenni mondjuk. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz egy gyors meccs, mennyire fogják lejáratni a 40 másodpercet, ami rendelkezésre áll. Ugye amint valaki lefixálja a tipjét, onnantól csak 15 másodperce van mindenki másnak. És Zsomsza végül tippelt is, bár nem igen. Sokkal azelőtt, hogy kellett volna. Zsomsza már betippelt egy Viktóriát, Mézes visz meg egy déli New South Wales-t. Hasonló csak Viktória volt. Második kör. Visszatértünk? Nem. Vagy igen, de? Visszatértünk. Ja. Nem tudom, én ezt is Viktóriára hát teszem. Ez eléggé fura egyébként. Lehet, hogy most vagy New South Wales, vagy nem tudom, hogy lehet-e Tasmania egyébként. Azt nem tudom, ezek azok a körök, ahol Viktóriát tippelek, és aztán Queensland lesz. Ez azért egy kicsit dombosabb, kicsit zöldebb, mint az előző kör, nem teljesen ugyanolyan. De ez is csak Viktória, szóval... Van egy vezető oszlop. Amúgy itt van a vezető oszlop. Ezen az emóton. ez az oszlop, ez csak Ausztrália és Törökország. Csak nem, Törökországban jobban megyünk. Máshol is van. Hol van még? Ja, hogy a Bollardról beszélsz? A Bollardról, az Ausztrál ja, Bollardról. Ja. Nem, csak Törökországban van, nem? Ez micsoda amúgy? Törökországban is van, igen. Csak Bután? Most Butánban vagyunk, igen. Ja, szürke a Google Auto. De csak majdnem a főváros lett egyébként. Nem lett olyan nagy sebzés. Kezdődnek a szorzók. Na, hát itt már is izgalmasabb lesz a helyzet. Az első USA. Hát... Ez rázókő, ez mond neked valamit? Erről valamit meséltél a múltkor. Nem mond. De tetszik, ahova tippel Zsomsza egy Pennsylvania körül. Bazsék nagyon délen vannak. Délkeleten. És nagyon jó a vibe-juk. Azt a mindenit. Pont kettőjük között, ez pehes volt most így nekik. De ez nagyon szép két tipp volt most. Gyönyörű. Következő körünk. Hát... Európai Anten, ez Gen 4, nem? Igen. Az Európa, a Gen 4-es európai antenna. Hát, őszintén, nekem nincs kicsit ilyen északi vibe-ot hoz nekem. De ez a vöröses talaj, ez olyan fura. Ez igen, lehet, hogy ez sok simán sár. Hát az, nem persze tudom. Az is lehet, még attól még vörös színe van. Fura. Van egy Bulgária, meg egy szlovák tippünk. Itt is van egy Bulgária, és tényleg az. És tényleg Bulgária. Balkán vibe. Nem tudom, eddig Európában Vörösföldet talán csak azon a... csak Ólanden láttam. Ólandon. Aha. Elég ritka itt. Következő körünk egy első indó. Mit gondolsz, hogy szerinted hol lesz? Ez egy jó kérdés, eléggé sok az autó. Hát, ezt csak Jávára tenném talán. Semmi, nem látok semmit kiírva semmit a táblán se, úgyhogy... Aszimmetrikus pól van ezzel a háromszöggel, szerintem az is jó oda. Talán Kelet-Jáva. És Surabaya, nem tudom, talán azt tippelném, de... Nem látok semmi meggyőzőt. Krisz nagyon piggeli Kalimantánt. Van itt is egy Kalimantán tipp. Sulawesi, hát azt nem jutott eszembe. Matexus. Szerintem én is inkább egy Jávát mentem volna egyébként. Matexus közben gongatott egyet. Köszi szépen a feliratkozás ajándékozást. Ez epikus, epikus tőled. Köszi szépen. Navajo County.
Ezt gondolom Ezt nem oda, szerintem ugye? meg tudják találni, hogyha ráveszik magukat. Tartsa azt így, hogy Northeast Arizona. Igen, és tényleg itt van. Meg is találta Chris, de pont, hogy inkább picit középre volt, de megtaláltak így is. Azért ez rossz meccs, most már 3,5-es szorzó van, még mindkét csapat 4000 fölött, sőt, Chrisék 5000 HP fölött vannak. Hát a rövid antenna van, az ugye 4 országra szűkíti le. Azokból ez szerinted melyik? Ugye Mexikó, hát nem Kolumbia, mert nincs sárga rendszám. Ez Ecuador? Ez nagyon fura. Lehet, hogy Ecuador szerintem, mert egyrészt elő van rövid license plate, meg hátul meg hosszú. Meg ez a hatszög alakú ilyen térkő, ez nagyon gyakori Ecuadorban. Ez lehet, hogy Ecuador csak simán. Igen, arra tippel, mint Peruban vannak csapat. Bazsék, az nem jó sajnos itt. De még túlélik ezt a kört. De és így tényleg is Ecuador nagyot hozzátesz. Volt. Hát lehet szerintem a tuk-tuk miatt mentek inkább Perúra. Következő meccsünk, megint Európában leszünk, de... Hú. Nem tudom, hát, lehet egy Szlovákia? Is jó. Szlovákia, Bulgária is jó. Még Románia jutott eszembe erről a tájról, de azt nem hiszem, erről az oszlop, ez nem tűnik románnak, úgyhogy... Romániára tippel mindkét csapat, vagy mindkét játékos. Komolyan? És tényleg az volt. Oké. Okay. Akkor a tájnak kellett volna hinni eleve. És ez és pont így elég. Komoly, komoly meccs volt. Hát a szorzók itt kivégezték Bazsiékat, sajnos. Igen. Nézzük, első körünk. Brazil tele... volt az első, de nem biztos. Tele van sárga rendszámtáblákkal, úgyhogy hol? Ez szerintem csak egy... Hol? Rögtön megfordult. Ilyen mögöttünk. Ja, az a motorokon. Akkor csak igen. Koló. A vörös föld miatt nekem azon a Brazília jutott eszembe. Igen. Hát vicc, ezt nem szoktam volna ki a motorokon, a sárga rendszámot amúgy, mert az autókon meg nincsen. Ez eléggé érdekes. Hát itt rengeteg ilyen tó van, meg folyó itt az északi részén, talán oda tippelném. A két csapat nem vette észre. És senki a pilóta sem. Észre. Az kemény. Hát figyelj, itt neked volt a legjobb szemed most a szerveren, ez biztos. Igen. Ez, én sem szúrtam volna ki itt a sárga rendszámokat, az kemény volt. Ez így maláziai tábla. Igen. Az a sárga. Próbál keresni egy fekete matricát, de nem látok sehol. Nem, szerintem sincs. Igen, itt a táblán látszik ez a sárga pici minta, ez egy hatszög alakú jel, és útszámot jelöl, csak most ki van cenzúrázva. Akkor viszont hát Borneo kell, hogy legyen. Nem tudom, hogy lehet, hogy csak B-t, de azért itt laknék egyet a mainlandre is, azért biztonság kedvéért. Hát igen, két Indonézia. Ember esetén azt meg lehet tenni. Indulra tippet a két csapat. Nem annyira ez rossz tipp egyébként, de sok igen. Sebzés, mert Bakony nagyon szépet tippelt most Malajziában. Közgezőkülünk egy török ország. Török, csak simán. Van ott kiír, vagy városnév egyetlen az utca táblán? Én nem látom. Hát ha az is, akkor én nem ismerem fel. Ez a Bostas. Hát azt se hiszem, hogy városnév lenne, az inkább a cégnek a neve. Közben Lórend megőrült, és egymaga küldött több mint 200 rózsát. Köszönjük szépen. Így most már közel 1000 forint körül járunk díjalapban. Van egy Ankara, meg egy Kayseri tippünk a kék csapatból. Ó, az utolsó másodpercben átvált az egyik. Az mondjuk szép mentés volt. Negyedik körhöz érkezünk. Nagyjából legáll a helyzet amúgy a két csapat között. 600 dam különbség van. Na mi ez a Gen 2 helyszín? Azt mondtam volna, hogy dél Afrika, de nem is délen. Nincs is északon a nap, tehát ezt most nem értem.
Pedig ez simán lehetett volna Dél-Afrika, lehet, hogy Olaszország? Le, ezt Vagy mondom, hogy Görögország? Európa lehet-e, de nem tudom, hogy hol. Így Gen 2-vel. Lehet, hogy van olyan görög hely, ahol így néz ki, nem tudom. Lehet, hogy ott a török határnál, esetleg. Nem vagyok benne biztos. Mexikó. Ó. Hát oda biztos nem tippeltem volna, nem nem lett került itt sebzés. Pont, igen. Megfordult a fejembe, de nem tudtam, hogy mennyire van Gen 2 Mexikóban. Nem raktam volna én se oda. Következő Új. körünk ez a... Azért ez az oszlop forma, ez az S alakkal az érdekes. Pont beglitchelt a kamera, de az is lehet, hogy tényleg S alakú amúgy. Melyikre gondolsz, én nem látom. Délfele. Konkrétan az a zöld autó melletti oszlop az ilyen nagyon ja. Mérbe-gúrba. Amúgy tényleg? Ó, most veszem észre. Ez nem lehet, hogy egyébként az északi része Ausztráliának? A ez a Vörösföld, ez Darwin is City. Eléggé trópusi, simán el tudom képzelni. Meg ezzel a Vörösfölddel. Már én mostanában próbálja. Ó, az gyönyörű tipp Bakonytól. Szép volt. Mostanában próbálgattam ezeket az éghajlati metákat Ausztráliában, és nagyon nem jöttek be. Borzasztóan rossz volt. Igen. Úristen! Hát Lorent megőrült, és egymaga küldött valami... Össze sem tudom adni. Várja, 2, 3, 4, 5... 700 rózsát? Tehát most tartunk 5 dollárnál összesen. Epikus. Epikus vagy, Lorent. De még mielőtt átverve érzed magad, ha összegyűlik a 2000, akkor is megyünk tovább. Szóval nem kell egymagad betold a 2000 rózsát, légy szíves. Közben ez Guam? Vagy igen, Puerto Rico. Vagy a Northern Mariana. Aha. De Amerikába tippel a kék csapat. Ez szerintem nagyon hozzá fog Puerto tenni. Rico. Nem, ez Puerto Rico. Én nem volt első rendszem, arra jutott eszembe. Az nagyon fáj. De így ki is estek. A kék csapaték. Első japánunk ma, gondolom. Hát nem tenném fel az életemet erre a plétre. Nem emlékszem ezekre a zöldekre, hogy jelente valamit. Eléggé generic. Talán lehet egy picit éjszakabbit is tenni, nem tudom. Mennyi idő volt mindent megjegyezni? Nem tudom. Rengeteg. De... úgy nagyon biztosak a Kyushu-ban. De nem Kyushu volt. Yamaguchi volt. Azt nem láttam, hogy volt-e sárga szalagkorlát a képem. Arról könnyű felismerni Yamaguchit. Na hát, az ilyen... Mekkora helyszín ez. Zseniális. Lehet-e jönni majd játszani? A verseny után lesz közösségi játék, de az még nagyon messze van, tehát szerintem olyan 11 körül. Közösen jegyeztem meg mindent? Hát tényleg nem. Közben kiabálnak kint, amúgy. Észak-Argentina volt, hát nekem fogalmam se volt, hogy ez melyik sivatag a világon. Magyarország 1v1-et Medna CX nevű orosz játékos nyerte. Ezt a gyönyörű őszi felvételt az USA-ban én mindig ide rakom fel. Pennsylvania, New York, ilyesmi. Nem tudom, hogy ez egy létező meta-e, de valahogy azt jegyeztem meg, hogy ez ott van. Biztos valami filmek miatt amúgy. 11 fele lesz a nézőkkel játék. Nem tudom megígérni, hogy meddig tart a verseny. Twitchen nem enged tétet rakni külföldről? Mármint, hogy donételni, vagy mit nem enged Twitchen? Michigan volt. Szalekéknak volt meg jobban a régió. Oregariék velem értettek egyet, vesztükre. Zsomszak kérdezi, hogy ezután te jössz, nem szerintem még egy meccs van előtted.
Ez mit akar jelenteni ez a... Ez itt... Mi az, hogy 20 ezer kilométer arra? Ez mi az a tábla? Úristen. Ez Peru, vagy mi akar lenni amúgy? Nem tudom. Jó, hogy nem én játszom ezt a seedet, eddig borzasztó lenne. De tényleg Peru úgy látszik. Dániából nézed? Biztos, hogy nincs ilyen. Van csatorna pontod amúgy? Tehát sokat néztél már? Zsomsza, ki van rögzítve a bracket? Lehet, hogy lejárt, mert ugye csak egy percig lehet rakni, mindig úgy állítom be. Szóval résen kell lenni, amikor azt csinálom. Ez csak UK. Lehet esetleg Skócia? Van egy-két ilyen nagyon sötét színű épület. Aha. Aha. Úgy látszik, a Skóciával egyetértenek szalekék. És tényleg az volt, de Oragariék is egy embert azért felküldtek oda, biztos, ami biztos. De azt mondja, hogy Kenya. Gondolom, van itt egy kenyai Google autónk is. Sértetlen ez a része a Google autónak, ami már elfelejtettem, hogy mit jelent. De ezt én mindig Nairobitól észak-nyugatra teszem picit ebbe a régióba. Szóval most hova tartsalak kb. Oda. Nagyon hegylakós, tényleg olyan volt. Nem ott volt, ahova mondtam. Kenyát és Ugandát mi alapján lehet megkülönböztetni? Hát a Google autóval sokat segít. Mindkét országban egyedi Google autó van. Ez a Keflavik reptér? Biztos, hogy ez a Keflavik reptér. Berakta konkrétan a reptérre. Nice. És jó az út irány amúgy. Ja, jó lehet. Szép. Jöhetnek az 5K emótok a chatbe, srácok. Nyomjátok az 5K emótokat. Úgy is van. Köszi szépen. Igen, sajnos a TikTokon nincsenek ilyen emótok. Majd lehet, hogy oda is meg kell csináljam. Ez mi amúgy? Én nem tudom, mi ez. Mik ezek a sárga dolgok? Sárga nyilak vannak. Nem is láttam még ilyet szerintem. Dél-Afrikának ezt a részét fókuszálják itt a kék csapatban. De délebre volt, East London. Nagyon furik voltak ezek a sárga nyilak. Na. Jól viselkedik a chat, köszi szépen a sok 5K-t. Ez egy repeat nekem, de fogalmam is nincs, hogy hol van Törökországban. De már láttam ezt a képet. Nem is olyan rég amúgy. De fogalmam is nincs, hogy hol van. Itt fönn. Nem tudom. 5K mindenki a chatbe, köszi. Indiát és Latin Amerikát hogy különbözteted meg? Indiában bal oldalon mennek. Latin Amerikában nincs olyan hely, ahol bal oldalon mennek. Akkor nem ott volt. De menő lett volna, hogyha bejön az a tipp. És ez pont elég. Pont elég is, hogy tartsák megnyerik ezt a meccset. Ki a titkos esélyes? Én csináltam prediction-t amúgy.
Mennyien vannak Twitch-en? 180-an. Ami elég beteg amúgy. No. Fekete Google autó. Ez a helyszín, Oragari, mesélj nekem. Melyik dél-amerikai argentin rendszám az ott a távolban? Délen. Az szerintem argentinai, igen. Érdekes egy helyszín. Viszonylag középre tippel a piros csapat. Aha, egyébként ez a Córdoba, ez tetszik nekem. És tényleg Córdoba, nice. Hét 20-as az első körben, azért az jó. Ja, ja, ja. Következő körünk egy Törökország lesz. Hát, itt sosem vagyok jó Törökországban, úgyhogy... Nagyon de, de ez hasonlónak tűnik, mint amit mi kaptunk egyébként. Szerintem. Hát úgy látom, csak lefedik az országot nagyjából középen. Viszont a középen tippel a piros csapat is. Konya. Következő körünk egy Malajzia. Igen. Avasz van földre írva. Lehet, hogy Wattip, de ez nem lehet itt északon. Ez a Penang régió. Nem tudom. Nem néztem, hogy van-e matrica vagy bármi. Nem látok fekete matricát, lehet, hogy ez akkor csak simán Kuching. Ja. Itt is van egy nagy folyó, elég nagy folyó mellett vagyunk. Ja, Kuching volt. És meg is lett a 5K Kulinak. A velünk esik egyben. Tehát ő a Zsomsz egy másik versenyen is játszik, és amiatt írta be, hogy lehet, hogy csúsztatni kell a meccsünket. Tájföldre érkezünk. Igen. Hát nem mondanám, hogy ez északi lenne, ez lehet, hogy itt a délebbi sziget. Azt mondod? Amúgy van egy-két pálma, az igaz, de azért eléggé dombos is. De jó, mondjuk délre, az a része szokott lenni dombos alapból. Aha. Ú, max dél volt. Ú, még délebbre. De mindkettő játékos tudta. Vagy mindegyik játékos. Room tour, nem hiszem, hogy lesz mostanában, de persze ki tudja. Lyukas oszlopok vannak ott jobb oldalt. Igen. Meg ez a nagyobbik, úgyhogy ez Románia lesz. Festő van az alja is, az is stimmel. Érdekes, hogy ezt ukrán határoz közel tenném. A piros csapatik viszonylag Magyarország felé rakják. És igazuk is volt. Ja. Szép tippek. Nagyjából meg volt a régió mindkét csapatnak. Na most már két és feles szorzó, rohanunk nagyon ezen a meccsen. Pörgetik rendesen. Ez ilyen litván tábla, vagy milyen az? Ó, Istenem. Ahogy nézem, igen. Ez a TikTok, ez elképesztően rossz. Bocsi, hogyha ezt most mindenki hallotta, ezt a... rettenetes alertet. Ez inaktivitásos hülyeség. Már megint az volt? Pedig most nyomtam a szavazásokat, szóval nem is értem. Érdekes. Írjátok meg, hogy lehetett hallani ezt a borzasztó zajt. TikTokon is, meg Twitchen is érdekel. Kenya? Igen, egy átlagos Kenya. Ott van egy... Az egy élő majom, ugye? Ugye az egy élő majom ott. Hol? Hát itt a táblánál, nyugatra. Ja. De aranyos. Epikus helyszín. A szép tipp. Mindkét játékostól. Ugyanazon az úton van az összes játékos. Nem hallottátok? Jó, akkor jó. Akkor csak engem fog megsüketíteni legközelebb is. Gánai Google autó. Valószínűleg itt se fog eldőlni a meccs. Sőt, biztosan nem, még három és feles szorzónál sem. Igen. Itt már egyből tippelnek igazából, mert ez úgyse lesz nagy sebzés. Ahova aggó ment, azt tetszik nekem, mostanában a nagy tó mellett keletre sok helyszín dobott be nekem.
De Nemet volt, csak déli partvidéken. Szerintem vagy 4-5 helyszínt láttam már itt a két falu között. Community World-em. Egy átlagos argentinai kör. Erre megint egy középre raknám egyébként, amennyire ilyen száraz. Szalta nem lehet amúgy. Csak elég ilyen fura homokos a táj. Vagy lehet, nem hogy menik Cordoba esetleg megint? Hát Cordoba köré rak a kék csapat, kicsit körbeveszik ketten. Éjszakabbra volt egy picit. Az komoly két tip, amúgy nagyon magabiztosak voltak. Az szép tip volt. És 1500 HP a jutalmuk ezért, vagy legalábbis annyi dam. Ezek körülünk egy... Fülöp-szigetek, nem? Igen. Ott van egy Pilip, valami tuk-tuk. Lehet, hogy csak lemaradt a nem tudom. Ott van egy tuk-tuk egyébként, ez a kétetős. Igen, akkor gondolom, egy Manillát mindenképp kell menni. Egy Manillát, igen. Vagy legalábbis Luzont. De hát majd meglátjuk. De amint... hát... vegyes a kék csapat. Egy Manilla azért van a kék csapatnál, a másik pedig Szebúra. Nálunk is vegyes. Van egy délebi tippünk is. Ez nulla pont kb. Következő körünk. Ez nem Alaszka egyébként? Ez így a Gen 2-ről jutott eszedbe rögtön? Igen, meg várj az... ez lehet, hogy csak simán maximum, ami ott van nekünk. Totem pól. Kanadai zászlónk van, nézd csak délfele. Kanadai? Aha. Akkor viszont dupla sárgával az lehet... Alaszkát mennek amúgy nálunk. Lehet, hogy az nem egy kanadai zászló, lehet, hogy Alaszka zászló. Nem tudom, hogy az milyen. Nálunk az egyik Alaszkára megy, a másik meg Yukon, meg British Columbia között. Mm-hmm. És tényleg az volt. Igen, ez pont, hogy nem vette észre a kék csapat. És így megnyerik a kulék. Profilomban lévő link lejárt. Frissítsünk majd egy linket, Oragari. Discord linket. Jó. Vagy lehet, hogy megint ez a cooldown van egyébként. De elvileg akkor meg visz, ugyan működik. Tehát nem tudom, hogy akkor mi van vele. Mindegy. Első körünk India. Hát... inkább megkérdezzek, hogy szerinted hol lenne. Hát ez hindi szöveg, szóval gyakorlatilag mindenhol lehet. Bárhol lehet. Mumbai lehet, lehet itt északon a hegység mentén, még Bangladesh túloldalán is lehet, de szerintem csak ez egy standard középplonk. Igen, aztán hasonló reminket. Tippek jöttek. Hogyan lenne kardos emberünk? Következő körünk egy... ez Taiwan? Így vibe-ol, meg azt hiszem... meg Taiwanban van ez a ilyen picit sárgás, ilyen felhős coverage. Ez komoly, ez a vidám park, vagy nem tudom, ilyen vízi csúszdás cucc, kemény helyszín. Elég érdekes tippek jöttek a pilóségtól. Nem, Bangladesh. A Bangladesben is van ilyen, csak nem tudom. Én nem tudtam, hogy az inkább Taiwan. Nem tudtam, de igazából jobban lekötött a csúszdáknak az elemzése. Oké, itt is van körül... szövegünk. Igen, standard törökország. Elég is zöld. Lehet, hogy pont, hogy a görög fele lesz az. Ja, hogy valami északi. Aha, isték is éjszakon vannak. Ezután mehet, Zsomsza végzett. Jó, oké. Okay. Nice. Jó. A következő körünk. Jézusa? Lehet, nagyon fura ez a glitch itt. Úristen, mennyi, itt, mennyi féle glitch van.
hol van még ilyen? Európa nem lehet ez? Nem hiszem, hogy ez Európa lenne. Ez szerintem egy ilyen standard USA. Arra megy a pillas csapat. Nem, átváltottak, az egyik átváltott ja. Franciaországra. Egy-egy az eloszlás itt és a két kontinens között. Belgium. Ilyen nagy, nagy fém oszlopok voltak, tudod, ez a hatalmas, magas áramos cucc. Az arra jutott eszembe Európa, de hát most egy erdő alapján elég nehéz. Ó, BC van a táblán. Mit gondoltok, ez hát a... British Columbia-t jelenti itt vajon? Hát, csak azt jelentheti. Ja. Na, meg lesz az 5K? Ez a kérdés. 97-es utat már megtalálták a kékek. A pilosok is megtalálták. És meg volt az 5K, nekik volt igazuk. Nem tudták átrakni. Mindketten leplonkoltak szerintem, ha jól láttam. A szép 5K volt. Gyönyörű 5K, mehetnek az 5K-k a chatbe. Hatodik kör. Következő körünk egy Ausztrália normális, lesz. Normális Ausztrál, de... Lehet, hogy így a... Nem, szerintem pont, hogy Queensland, de szerintem. Én arra tippelnék. Lehet, van egy-két pálma. Én nem tudok semmit itt. Meg nem tudom, így kicsit száraz azért. Aha. Itt is volt egy eléggé S alakú fa amúgy, vagy hát oszlop. Nézzük. Úristen! Hát az kemény. Hát az... Ez az nagyon szép kör volt. Az igen. Hoztam ajajaj. Képernyőt. Soundot is kell, ugye? Minden. Jó, hogy megvárta. Na mindegy. Na, aranyos volt, kedves volt. Nem baj. Úgy is látják. Na. Argy? Ebből? Aha. Szerintem. Van egy argentinak tűnő zászló. Én mondtam, hogy gyorsan fognak tippelni. Córdoba meg Buenos Aires. Jó. Mondjuk. Ja, szerintem jó lesz. Bezárom a... A Discordot nem zárom be, mert ott nincs semmi. Ja, igen, annyi még a nézőknek, hogy most nem olvasok chatet, amíg ez a meccs tart, nyilván. Franciaország. Ja. Észak? Szerintem mehetünk egy északot, meg nekem nagyon zöld. De nézd csak, délre vannak ilyen belga házak. Én oda mennék. Akkor egy 0-3-ast mehetsz. Én meg szerintem egy ilyen középlonkot nyomok. Jó. Párizs, nyilván. Ja, hát a... Always capital. Töröknek tűnik így első blikre. Elsőre, jó. Bármi régió, azon kívül, hogy nem tudom, északon talán. Szerintem kicsit északnyugat Ankara meg egyet. Aha, ez, igen. Vagy valahogy arra felé gondolnék. Nem lehet itt amúgy. Hogy az ahhoz túl száraz viszont. Szerintem száraz, meg vannak víztartályok a tetőkön. Aha, oké. Okay. Én amennyire tudom, a európai régióban nincsenek. Oké. Okay. Jó. Csak annyira szépek ezek a házak, olyan nyugati feelingem van. Nice. Komoly. Argentin vagy Uruguay? Dél-Amerika, Argentin, Uruguay, aha. Szerintem Uru. Aha, fatábla. Várjál, nézem a... Aha, van ez a cucc. Ez a zöld blur, vagy nem tudom, minek lehet mondani. Az a baj, azt nem emlékszem pontosan. Aha, szerintem itt jók vagyunk. Azt hittem, ott már vörösebb a talaj amúgy.
Mindegy, nem Szerintem számít az itt csak sem. egy picit északnyugat. Aha. Azt hiszem, nem tudom. És visszatértünk, vagy nem? De. De. Megint fa Igen. táblák. Sárga, fehér, sárga. Kicsit hegyes, Itt is lehet, megvan hogy a most felmegyek. blur. Most menj oda. Erre felé gondoltam. Amúgy szerintem én is ide jövök most. Aha. Meg úgyis Uruguay, aztán a bejön, nem. A Vörösföld szerintem nincs délen. Ah, kettőnk közt. Ez crit pont kezdtünk. Nem baj. Istenem, szabadulunk ettől a kontinenstől. Peru? Argentin oszlop van. Oké. Kelet, mi ez? Előtte van ezt jobbra, igen. Mennyire rakjuk ezt délre? Szerintem nem, mert elég. Szerintem egy Mendoza. Én lehet, hogy inkább ide jönnék fel. Jó, jövök. Semmit nem tudok itt. Ez hatalmas, passz azon kívül, hogy Argentina. Hatalmas ország. Jó, ők se Na, tudtak hát mondjuk, semmit. Oda amúgy biztos nem raktam volna. Á, nem, mert szalta biztos, hogy nem. Legalábbis nekem. Mi az Isten nyilván ez? Jó, ez. Just use the highway. Texas ever. Lehet. Vagy valami ízét érzel inkább? Lehet. Prérit. Az a baj, hogy ugyanúgy néz ki nekem mindegyik a... Mondjuk a... Az aszfalt az lehet Texas. Amúgy jogos, ez a fekete cucc van rajta. Aha. Jaj. Én meg megyek egy picit feljebb ilyen... Dakota. Ja. North Dakota. Ja, ez a kettő, igazából. De szerintem Texas. Vagy basszus. Kanada inkább. Szask. Lehet, hogy kikaptunk. Okay. Lehet, hogy volt Szask Line. Még jók vagyunk. Jó. Szép tipp volt tőlem. Mm-hmm. Ugandai autó. Uganda, tó. Délre nagy tó. Ez csak akkor Entebbe. Azt rakom én. Keres okay. egy másikat a mi napon. Aha, itt. Más nem is lehet amúgy? Ez a kas ennyi, nem, ez lehet? Ez ennyi. Oké. Okay. Nice. Még egy picit a Raptor másik oldal akkor. Okay. Gána folyón. Szerintem dél, mert a tép az eléggé tiszta. Találtam egy folyót. Oké. Okay. Kicsit szar. Azt akkor. Jó. Ez a folyó, ez nem jó, de tudom, hogy van ott coverage. Jajjajjaj. Hát csak akra. Négyszeres damaz elég lesz, nem? Még jók nice. Vagyunk. Király. Így is feles. Antenna. Igen. Van front, szóval Puerto Rico nem lehet. Uh-huh. Benzinkutunk van. Ezt nézem, hogy ez szerintem Guam lesz, de semmi értelme ugyanoda mennünk. Nem megyek egy Guamot. Mondjuk... Látok semmi táblát. Hát, egy-egy. Ez szerintem... Nem elég. Na, ez kell nekünk. Itt lesz esélyük. Ilyen kell. Oké, rövid antenna. Dél-amerikai antenna, ugye? Aha. Equa, Colo. Egy Colo-t mennék. Mexikó ebből amúgy? Van egy pólunk, figyelj, északra. Naptérre van Mexikó. Ez a pól? Szerintem. Kerekpól. Akkor mit álljam a Mexikót? Aha, én megmegyek egy Equát mondjuk. Jó, jövök ide akkor közé. De szerintem Max lesz. Mondjuk, soha nem tudom. Koló. Koló. De okay. Masszív tipje volt Romszának. Ha oda megyünk, akkor is rossz lett volna. GG. Szép volt. GG.
Én egyébként én leszoktam spoilerezni magamnak a nyaralást. Én mindig megnézem azt, hogy például a hotel hol van, hogy ismerős legyek már azokban az utcákban, meg egyáltalán milyen környéken van a hotel, hogyha megyek. Szóval én ezt mindig leszpoilerezem. Ez nem tudom mi ez. Ausztrália? Ezek tipikusan azok a helyszínek, amiket így beraknak a Discordra, hogy tippeljétek meg az országot, és jön 10 tipp, és egyik sem az. Biztos jó gazdag vagyok? Nem vagyok jó gazdag. A vörös föld mennyire gyakori? Ez egy kiváló kérdés. Brazíliában például nagyon gyakori. Kambodzsában is nagyon gyakori. A világ többi helyén előfordul, de nem gyakori. Szóval... Na hát itt volt egy amerikai, meg egy európai tipp, és az amerikai nyert, úgyhogy ez masszív 2500 az első körben, ha jól láttam. Igen. Vannak mindenféle zászlóink. A GUI. Azt gondolom Bolívia, ugye? Ausztráliában is van vöröses, de nem annyira gyakori, tehát a kontinenshez képest szerintem csak egyes régióiban van, nem? Nem tudom igazából. Lapaz. Lehet, hogy Lapaz. De nem. Potosi. Egyik játékos sem tudta, de az ország persze meg volt mindenkinek, nem meglepő módon. Afrikában is van. Nigéria, Kenya, Uganda, ahol van. Szenegálban van vörösföld? Lehet, hogy Szenegálban is van, nem tudom. Nagyon sok helyen van. Ugye az a baj, a vörösföld az nem jelent igazából semmit, az annyit jelent, hogy vas van a földben. És az igazából bárhol előfordulhat. Ajaj, Petkónak éppen ütközés van. Hát akkor ezt gyorsan le kell játszani. Oragari volt legközelebb. De ők nem voltak biztosak az országban. Egyébként volt nagyon messze egy bollárd, és én sem láttam, hogy pontosan milyen formátumú. Azon kívül, hogy fehér és piros, de hát ugye ez nem elég. Megint egy török ország. Elég sok ma a török ország. Nem tudom, hogy itt van-e információ, szerintem nincs. Ez mondjuk lehet, ez a Sehír. Bahce Sehír. Nem tudom. Törököt nem tudod felismerni? Nagyon szép Gen 4 van. Szép felvételek, és itt van ez az oszlop. Ami ugyanolyan, mint az ausztrál, viszont jobban megyünk. Erről lehet legkönnyebben felismerni Törökországot. Hát ezt a játékosokra hagyom ezt a kört. Nem tudom, mi lehet ez. Ó, sorry, a zenét nem raktam vissza. Visszarakom a zenét. Az oszlopok? Hát meg kell jegyezni az oszlopokat. Én is amúgy viszonylag lassan vettem rá magam az oszlopok megtanulására. Köszi a hidratálást. Románia volt Moldova határán. De nagyon azonos tippek jöttek mindkét csapattól. Érdekes. Elsőre tájoszlopnak tűnik, vagy mi? Van rajta egy fura törés. Akkor lehet, hogy nem. Akkor viszont mi ez? Látszol, mintha jobban akarna minket megelőzni.
Nem értem ezt az oszlopot egyáltalán. Indóra tippelnek. De nagyon fura, ilyen barna homok van. Ez tuti valami specifikus. Fülöp-szigetekre átváltottak. Banglades. Make sense. Gána körünk jön. Sri Lanka tippel jó közel voltál amúgy, Zoli. Az jó volt. Rendőrös üldözés láttál, az Nigériában minden location, hát nem mindegyiken, de a legtöbb location van. Rendőr követi a Google autót. Vagy konkrétan láttál valami szirénázó rendőrautókat? Mert akkor azt a location-t, azt keresd meg és küldd el. Az epikus. Nincs Top Joy sajnos. Az kemény. Az ilyet ki kell menteni. És beküldeni a Discord szerveren az érdekes helyek csatornába. Max dél volt. Oragariék felkomitáltak éjszakra. Még nem kaptak ki tőle, de nagyon, nagyon sok HP-juk elveszett itt. 1500 maradt kb. Ez micsoda? Első vibe-om ilyen Új-Zéland volt, hogy Ausztrália, de nem tudom. Gána? Hát a Siléc tartó, a tetősínnek hívják egyébként, amire Zoli gondol. A tetősínnek a jobb oldalán volt fekete szigetelőszalag. És az csak Gána. Csak Anglia volt, oké. Okay. Mégis a vibe-om nem volt annyira rossz, mégis csak olyan 20 000 kilométerre volt a modib. Sokat nézem a live-ot, de nem tudom honnan vannak ilyen tippjeitek. Hát pedig sokszor elmondjuk a gondolkodásunkat, de az az igazság, hogy itt most ezen a versenyen tényleg a magyar közösségnek a legjobb játékosai vannak itt. Talán csak Debre hiányzik. Ja, a top 20 szerintem majdnem mind itt van. Úgyhogy itt most sokkal nagyobb tudás mutatkozik meg, mint amit én általában a live-jaimon be tudok mutatni nektek. Mindig Johannesburgot kell tippelni. Na, egy újabb földút. Négyes feles szorzó van, tehát most már nem számít, hogy kinek mennyi HP-ja van. Na, ezt az ausztrál földutat ki fogja megtalálni szerintetek? Ezek azok a körök, ahol tényleg egy Victoriát beplankolom és reménykedem. Szép zöld ez a hegy itt. Az lehet, hogy nem szabad ilyenkor Victoriát tippelni. Ezt tetszik a Brisbane. Amúgy, ja. Max észak Queensland volt. Tough. Nagy küzdelem volt. Ajajaj. Ez elég kemény elsőre. Ezt mondja, nap délen. Nagyon délen. Már csak Kanada. Autó nincsen. Rövid antenna van. Mexikó. Akkor csak Mexikó szerintem is. Uff. Táblákból lehet, mert vannak Mexikóban ilyen izék, de hogy azon belül hol? Én megyek egy CDMX-et. Jó. Az. Oké, okay, nice. Csak egy tippjük van. Itt vannak.
Mindkettő streamel. Hát ha nem tolnak addig, addig oké. Jó. Azt mondja, hogy van egy tavunk balra, nyugatra. Aha. Mi lehet ez? Van első rendszám. Zöld van egy rendszám. Sárga rendszám is. Meg egy zöldet látok. Tehát akkor szerintem viszont... New York, Vermont ja. környéke. Jó. Mondjuk itt van egy, amin nincsen front, van, amin van front. Szerintem New York. Én benyomom itt Burlington-t. Oké. Okay. Itt a 5K. Legyen. Az még lehet is, mert közel van a túlpart. Jó! Nice. Szép. Na. Nekik is ott volt azért, tehát egy igen. nagyon jó tipik volt nekik igen, is. Igen, igen. Antenna. Jó lenne, ha bajnánk. Mexikó. Puerto Rico. Aha. Nincsenek front Puerto Rico lesz. Hát meg spanyol felirat is van. Aha. Ja, nyomjuk. Hát akkor keresünk, mi ez? Tó? Hát valami kis folyócska, nem tudom, hogy ez egyáltalán megtalálható. Biztos rajta lesz. Ez itt ebből? Ez nem az. Ez túl nagy szerintem, ahol vagyok. Mindegy. Mindegy. Oké. Kis patakocska. Ferve? Ferve? Ja. Na várj egy kicsit, hadd főzzek. Ilyed. Észak. Hát én ide jövök, az biztos. Szerintem ahol vagy, az is jó lehet. Szerintem egy tovább ott meg van egy kis folyócska, patakocska, csak nem tudom, hogy azok mennyire lesznek láthatóak. Nem jó, itt nincs templom. Akkor ez lesz. Nézzük meg. Ok. Mindegy, sok pont nem lehet itt, úgy. Na, hát persze. A ha. Másik. Á, make sense. Ment tovább le, aha. A fehér autó. Lehet ez Bolívia? Hát, nem tudom. Én inkább Chile-t mondtam volna. Nekem nagyon nincsen Chile hangulatom. Meg a Bolívia akkor is csak Santa Cruz. Peru ever? Az ez lehet. A három akkor csak, nem? Aha, én akkor szerintem menj valami Perut. Valahol szerintem erre felé inkább. Jó. Mert elég ilyen zöld. Lehet egy Lima Hedges. Az... Jó. Próbáljuk ki. Nice, okay. Nice. Nem volt téglaépület, azért nem jutott eszembe itt Bolívia. Az vagy, nem, nagyon nem tetszett semmi más, és a zöld Bolívia az csak. Jaj. Francia mondjuk, így nem. De, már csak. Mit szólsz tehát? Mondjuk egy Luxemburghoz? Német szöveg, jaj. Viszont... Gen 2 az jó, de... Vagy az nem Gen 2? Nagyon régi Gen 2, jó Luxemburgra, Németország semmiképpen. Ja. D-re vannak hegyek, szóval szerintem egy Ausztriát is. Jó. Hegyek egy Ausztriát. Jó. Mondjuk itt Linz környéke. Próbáljuk ki. Ja. Ausztriában se lehet ez sok helyen. Lókán volt, azt nem éreztem itt. Ez... Jó, nem baj. Kiegyenlítődött a verseny. Skócia. Ha, oké. Okay. Sárga plate van ott fent. Aha, ez. Azt ez. Masszív kiszúrás, uram. De gondolom, hogy... Semmiképpen nem lesz. Gondolom, hogy itt... Nézzük már, aha, itt van egy folyó mellettünk. Ez a folyó. A másik irányba van. Csak betolom ide egy hedge-t. Lehet, hogy egy picit délebbre van. Glasgow, Edinburgh, Edinburgh,
alatt, de inkább északinak tűnik. What? Jó bait volt a sárga plate, de nem baj, mert okay. ők is bevették. Na, Észak-Írország nem rossz egyébként. Ja. Mondjuk soha nem megyek azon oda. Nap egy picit délre. Akkor ezek a fekete-fehér cuccok. Azt néztem én is, és halványra gőzem nincsen. Amikret én... valami tájindó, ilyesmi, nem? Én is tájra gondoltam. Táj meg valami... hát... meg Kalimantánt akkor. Jó, nem tudom. Ez nehéz egy kör. Ez nagyon fura. Oké. Okay. Jó. Ujjjjjjj. Nem baj. Oké, ez a tied. Uff, na lássuk pont. Víz éjszak. Kamaya Tunnel, semmit nem mond. Kamaya Tunnel, Tsuruoka City. Dél valószínűleg. Azt mondom, jó. Hát szerintem. De nem, nincs semmi. Sziget ever, valami kis... simán lehet. Semmim nincs. Ja, oké. Nincs egy rombusz se az úton, nincs matrica se. Akkor keresek valahomit, ami éjszakra megyek. Amíg ez egy kicsit erős, megyek nem? Egy picit. Jó, jövök ide vissza le. Nem tudom, semmim nincs. Nem. Növényzet okay. sincs. Oh, shit. Oh, csicsi. Whatever. Ez... jók voltak. Kemény volt. Jó. Úristen, micsoda avatar borderek voltak itt a szerverem most. Ja, mert mindenki pont, hogy benn maradt még. Ja. Yeah. Nem léptek ki teljesen. Elsőkörülünk. Svédország? 5 izé... zebla csík van, úgyhogy Finnország. A távolabbit láttam, ami északra van, és azon nem tudtam megállapítani. Ja. De szép felvétel ez amúgy. Igen, amúgy. Pedig elég ritkán van egyébként. Ritkán ott be allabol a játék Gen 4 Finnországot. Uh-huh. Van egy finn, meg egy svéd tépünk. De ebben szerintem nem lesz olyan sok sebzés, nem, igen. Nem. Következő körülünk egy... Dominóz. Most egy picit összezavartam ott a zászok miatt. Ha. alul piros a rendszám az egyiken, de a többi az ilyen standard, sima fehér. A többi ilyen fehér, igen. Nem tudom. De hát gondolom, hogy ki van írva valahol, ki van írva egy táblára, hogy Kanada. Igen. Igen. Hol? Azt nem láttam. A templom fele. A lámpa oszlopon volt ilyen zászlóval. Nem baj. Következő körünk, hát egy standard Guatemala. Mm-hmm. Ebből sem lesz olyan nagy sebzés. Nem hiszem. Itt mindig, amikor ilyen, amikor még így az elején vagyunk a játéknak, akkor mindig ilyen eléggé unalmas körök vannak alapból. Igen, azt mondom, hogy érdemes elmondani, a térképről nem beszéltünk, hogy a Community World azért a könnyebb térképek közül való. Igen. Szóval ebből a szempontból kezdőbarátabb. Azért itt is van egy-két masszív helyszín, és ma is azért megmutatta a térkép, hogy vannak igen. benne érdekesek. Ez is mondjuk elég jónak tűnik, ez a hatalmas elég érdekes összhídek voltak alapból. Jó, mondjuk ez csak Izland az egyes úton, de... hát ezt szerintem... csak ez a Vik az nagy hely, nem? Meg is keresem az ötkát. Itt van lenn a Vik. Igen, az egy nagyobb hely. És az van 39-re délre, tehát akkor itt vagyunk, itt a...
nagy öböl mentén valahol. Na, meg is van már a góéknak. Azért ezt gyanítom, hogy a csapatnak meg lesz. A csapatnál még nem lett meg. Ahogy nézem. Ja, itt valahol. Ott pont. Nem volt ideje átkattintani. Tuti meg volt már. Mert biztos kereszteződésbe rakott volna. Csak már nem volt elég ideje. Twitch-en akadozott a hang, az kalandos. Remélem másodat nem akadozik a hang. Amúgy sorry, visszarakom a zenét is. Na, egy elég érdekes körünk jött. Hát nem tudom. Brazil? Ez sem nem Brazil, miatt. Igen, a felesföld miatt. De mondjuk alapból így elég érdekesen néz ki. Hát ezt region guess-elni lehetetlen, semmit nem látsz a tájból. Igen. Ezt nehéz az region guess-elni. Edge-elni kell, aztán imádkozni kell. Roraima. Az a legérdekesebb régiója szerintem Brazíliának. Nagyon durva helyszínek vannak ott. Következő körünk. Ez lett Botswana? Nézd csak, elő a kilóg ez a két cucc. Ez mit jelent? Nem emlékszem. Botswana? Valami nemzeti park? Szerintem sima Botswana. Ha már ilyen homok van. Chen 3. Hát ők bíznak benned, a góék. Van nem egy Botswana, meg egy Ausztrália tippünk. Uh-huh. Nézzük. Igen, Botswana volt. Tudták a nemzeti parkot. És az elég kemény. Is. Az kemény. Nézzük akkor, első körünk egy olasz lesz. Igen. Olasz nyelv, olasz. Gondolom itt az északi része lesz. Itt a Velence közelében. Azt mondod? Ja, masszív hegyek vannak északra, jogos. Nagyon átjártam egyébként ezt a részét. Legalábbis a Velencétől északra. Itt én is sokszor voltam. Udinét tippelnék itt. Udina magasságát. És tényleg csak Velence. Igen. Nice. Itt már szerintem voltam egyébként, pont ezen az úton. Nice. IRL repeat. Szó szerint. Következő körünk, a kör elején mondjuk ez így szép lesz. Ez Ukrajna lesz szerintem. Az, hogy nem látni a... Tehát nem tudom kiolvasni ezt így. Egyrészt visszafelé van, másrészt meg takarja ez a tábla is. Zsív valami. Nem tudom, hogy ez jelente itt bármit. Oroszországot tesznek amúgy a kék csapatból. Ukránt a piros csapaték. Érdekes, mert ugye piros autó, viszont nincs antenna. De ettől függetlenül Ukrajna. Igen. Nem ez volt a táblán, úgyhogy nem számít. Jó, Brazília, gondolom. Ja. Ezt gondolom a déli részre lesz itt a... Van telefonkód, 49-es. Én nem tudom, mit jelent, de szerintem vannak a szerveren, akik nem tudják. Nem is még mindig az izéket. A telefonkódokat. Santa Catarina, azt írja Fontorlat. Ő amúgy átnézte, azt tudom. Mondta, hogy át fogja nézni. És tényleg az volt. Masszív pont. Zsomsza, hány NPC duelzt játszott le, mióta bejött? Úristen, mi ez a helyszín? Na várjál, előbb nézzük meg ezt a tankot itt. Azt tudod. Hát ez epikus.
Az szép. Szóval nem tudom, ezret? Nem tudom. Hát azon kívül, hogy Ausztrália, nem tudom, hogy mi van. Azt írja a Fondorlat, hogy Canberra, Canberra. War Museum. 1712, hát igen. Jó léptetem, úgy látom, nem vagytok rajongói a kiállítás képeinek. Tényleg Canberra volt, tényleg egyik volt. Csapat se tudta. Nagyot lehetett volna kaszálni itt, nem olyan nagyot, de egy olyan ezres lehet, hogy ki lehetett volna osztani. Következő körünk egy... Mi? Ez mi itt az úton amúgy? Bosszetti. Felkette Google autó, közben meg dupla sárga vonal. Hát az Peru, nem? Lehet, hogy Peru, nem tudom. Vagy Argentina. Majdnem, amúgy őszintén én majdnem azt mondtam volna, hogy Dél-Korea egyébként. Ó, amúgy a táj az nagyon adja oda. És ott van dupla sárga? Azt nem tudom, nem inném, hogy lenne, de nagyon fura. Ez a táj, ez nagyon jó oda, de Argentina volt. Okay. Igen. Ez a Bosetti felirat az nagyon érdekes volt ott. Nem elég mindent tudni. Francia bolárdok vannak. Szerintem a délen lesz, legalábbis a spanyol határna. Hát egy 04-es rendszám van az autón, de hát ez egy autó, szóval még annyira se lehet megbízni benne, mint máskor. Ha épületen van, akkor azért megbízom benne. Szóval az akkor 1, 2, 3, 4, tehát az akkor ez a Marseille és igen. Lyon között. Biló, arra tippel. Tényleg az volt. Ja. De amúgy nem bíztak meg a telefonszámban. Mondjuk érthető. Autón volt. Teljesen felesleges volt megbízni benne. Ez a körünk egy Mexikó lesz. Fekete nem, mert itt fekete Google is. Autó van. Akkor simán Argentina, de... Ja, argentin festésű a tábla hátulja, láttad? Északra. Ja. Nem tudom, én még nem láttam azt, eddig. Azt én nem láttam, én sem láttam még, de érdekes. Na ez mennyire van délen szerinted? Hát... Szerintem egy... Neuquén provincra mennék egyébként. Hmm. Rio Negro provincra megy a Milo egyébként. Neuquén, aha. És tényleg az szép volt. Szép tipp volt, te lettél volna legközelebb velem. És ezzel vége is van. Az szép volt. Szép meccs volt. Kezdjük akkor. Nálam is lejárt az előrejelzés. És eléggé 50-50, de Tarcsára többen szavaztak. Tarcsa Szalek párosra. Picit. Nézzük akkor. Na, első Magyarország. Annak tűnik. Ott a tábla, ott a vezető oszlop, ott a busz megálló, minden megvan hozzá. Mekkora zene ez. Na mindegy. Standard Magyarország. Hát jó mondjuk. Én biztosan fuck éltem volna. Nem. Olivért kellett volna ide hívni erre a körre. Igen. Szakkommentátornak Magyarországra. Na, majd Brazíliában ezt a random utat figyeld meg. Ez nem a... Melyik a... Paraná? Én tenném ezt. Parajba, igen. De... Tocantinsra akarlak tippelni. Elég éjszakra mennek. Kékek is. Bahia, Piauí. Goiás, hát a közepe volt az országnak. Malázia és környéke, Tájföld, stb. Baloldali?
Kambodzsában és Laoszban jobboldali, mindenhol máshol baloldali azon a, abban a régióban. Ez valami hongkongi hely, vagy mi ez? Ima Hongkong szerintem, ja. Ezt még nem láttam, ezt a kört, de gyönyörű amúgy. Ezek tuti Airbnb-k itt sorban mind az összes. Biztos vagyok benne. Fú. Király ez a hely, ezt meg is nézem, hogy van Airbnb-t. Most köszökörünk egy... Nem látom a bolládot. Hát ez az az északi típusú, ami főleg Hát... Észak-Európában van, a két pötty van a túloldalán, szürke a jobb oldala. Tehát mi ez? Finnország lehet? Vagy valami ilyesmi? Ott van ilyen bollárd, nem? Azt Én nem tudom, mi hiszem ez. van. Az, hogy nem emlékszem. Lettországot tippelnek. Boladokra izé nem emlékszem pontosan jól, Én nem főleg a tudom, Baltikra. hogy mi a különbség a lett, meg a finn, meg talán Svédországban is ilyen van, a norvég az egy kicsit más. Nem, Svédországban azt hiszem ilyen hasonló alakú, mint Magyarországon. De szürke, Meg nem? Szürke a finn igen, alap visszaverő. vagy fehér, igazából tök mindegy, Ah. de hasonló alakú, mint Magyarországon, nem pedig ilyen görbe. Következő körünk közben egy Új-Zéland. Hát én Hogy érzem nézem? érzem a hobbitokat, ahogy itt mászkálnak a hegyen, Mória felé, úgyhogy tetszik. Ó, a déli szigetre tippeltek. Az És igazuk is volt. komoly két tipp. Nagyon bíznak a Nagyon. mindegyik körbe a piros csapaték? Igen, ők Aha, azok. nagyon ugyanoda tippeltek. Újabb Ukrajna. Igen, Igen, a és... rendszám is ukrán. Oroszországból nem sok volt. Ma volt kettő vagy Nem három, volt sok, de igen. ahhoz képest, hogy a térképen milyen sok van belőle, nem nagyon adja be ma. Ú, a szép. Ez fájhat most. Mennyi egy ezres? 1700. 1400. Szép. A szőlő. Ja, Új-Zélandon szőlőültetvény, az nagyon, az egy meta. Azt nem tudtam. Pörgetik a meccset egyébként rendesen, mert hármas szorzónál vagyunk, és Igen. én úgy érzem, hogy 2 perc tart a meccs. Mi ez, Franciaország? Én nem tudom. Igen, van itt egy Citroën francia rendszámmal. Simán elhiszem. Köszi a hidratálást. Bankutim. Körünk egy Fülöp-szigetek, ahogy nézem. Ez nem a balon megy, ez az autó. Ez nem a hátulja, csak azért Nem kérdezem, nem tudom. tudom. Szerintem lehet, hogy jobb oldal, de közben meg van angol felirat Hol előttünk. láttál feliratot? Előlefele van egy ilyen pici tábla, és ott alatta van egy ilyen angol felirat. Hát én vakon vagyok. Ja, megtaláltam. Igazad van. Akkor ez az eleje lesz az autónak nyilván. Davao mellett. És tényleg Davao. Az kemény. Az nagyon fog fájni most már 3,5-esnél. És elég is. És ennyi Wow. elég. Az igen. Szép volt. Szép volt. Tartsáéktól. Nézzük. Ez megint a Darwin. Lehet. Eléggé Amúgy tró ez nagyon a trópusi. fekete oszlop, ami hasonlít így a tölökre, ami így ilyen lyukasos. Ez azt hiszem csak Darwinban van. Vagy pontosabban itt az északi részén. Ez kemény meta. Szerintem Isti be se zoomolt a térképre, úgy nyomta be, mert így a folyón van. Ő már pörgeti. Persze. Hát mondjuk már én is egyből oda tippeltem volna. Ó, na egy remek Ó. Curaçao. De így nem tudjuk skippelni ezt a kört, Nem. mert jó páran itt vannak még a partiban, akik nem Hát teljesen léptek ki.
Ez a 10 másodperc nem számít. Nulla pontos kör. Nem baj, kell az, hogy a szorzók felépüljenek. Kalózmódban volt? Isti kalózmódban nyomta az előbb Darwint. Na, az izgi. Ez kambó, gondolom. Csak egy ebből az épületből gondoltam. Nem tudom amúgy. Mi az a hely? Ez az ott nem kambodzsai írás? Ott de. Keletre. Ez szerintem Kambodzsa. Hát itt be kell rakni a Taj Mahalt, aztán annyi. Vagy mi Angkor Watot? Mindig rosszat mondok. Csak jóra gondolok. Taj Mahal az Agrában van, Indiában. Kéne egyszer egy kalózmódos verseny. Ez kemény lenne. Thaiföld volt, érdekes. Thaiföld volt. Kambóban is van Taj Mahal mostantól, igen. Sorry. Ezt van megígyeztük. Kezd késő lenni, aztán már félre beszélek. Meg eleve is félre szoktam, úgyhogy mindegy. Lássátok az indonéz tetős videómat. Na ez hol van? Ez egy nagyon szép helyszín. Kanadai zászlót észrevettem. Igen, a Kanadára mennék én is, de hogy... Nagy tavak. Lehet ez Ontario? Lehet, hogy ez csak simán Ontario? Van egy Saskatchewan, meg egy Quebec tippünk egyébként. Itt is nagyon nagy szóródás van. Nova Scotia az egyik tipp, a másik Ontario. Tehát így most négy államot fednek le a játékosok. Pont, hogy Ontario volt. Ja. De nem volt nagy sebzés, annak ellenére, hogy nagy különbségek voltak a tippekben. Következő körünk egy Görögország lesz. Eléggé standardnek tűnik, úgyhogy... Ja, egy Atént kell gondolom, meg egy Thessalonikit, aztán annyi. Horvátországban vannak ők amúgy, valamit tudnak, amit mi nem. Mit tudnak? Horvátország? Az egy érdekes, falszopok is vannak, az a baj. Kőfal van, rövid antenna stimmel. Falszop. Ez a hitvány felvétel alul. Nem tudom. Ezt valamit tudtak itt. Én valamit nagyon tudtam. Abszolút. Az kemény volt. Hát ezzel nagyon nem lehet vitatkozni. Jó, én azért nem szólok ebbe, mert én akkor már veszítettem volna. Írország a következő az kör, Milán volt. Instant Gesszeri. Nulla pontos kör, még kettő és feles szorzónál is. Itt a külső sárga szaggatott vonalak, az csak Írországban igen. Van. Meg itt egyébként látszik ez a írnyelv. Itt előttünk van a táblákon. Következő körünk... Pára van. Mexikó simán? Mi? Nem, pára van. Nem lehet Mexikó. Hol van pára? A földre írva, északra. Ja, tényleg. Hát nem tudom kiolvasni, mi akar ez lenni. Ira a vége, azt látom. Van egy brazil tipp, meg egy argentin a kék csapatban. Brazillal értek jobban egyet, de ha van egy cél alatt ilyen cucc, az mondjuk van mindkét nyelvben. A brazil. Az Bokuira, elég is. Az volt a táblára írva. Szép volt. Első körünk Brazília egyből. Mik ezek az ilyen fura... Ez mi ez az ilyen, nem tudom, ez a tárcsa itt? Ezt látod a két oldalon az útnak? Vagy hát nem csak az egyik oldalán van, ilyen virágmintás. Nem látom. Mindegy, érdekes. Hát így elnézel nyugatra, akkor ott van az út mentén egy ilyen rozsdás cucc. És a másik irányban is van egy ugyanilyen, nem tudom mi lehet az. Piaui szétele megy a piros csapat. Ezt honnan tudták amúgy? Én jó, szerintem elképzelhető, hogy volt valami a táblán, amit nem láttunk. Á, lehet. Sütögetős tárcsaja. Mert a 5K egyébként a chaten. Igen, 5K jöhet. Szép volt.
felismerték a szövegről. Ez Finnország? Vagy mi ez? Csen kettővel? Elhiszem, de valami skandi. Nincs egy darab piros ház se, az nem tetszik nekem. Fura. Ez nem egy svéd tábla. Svédországra tippel a piros csapat. Itt van egy kék, pici kék tábla, azt szerintem svéd. Hát nem tudom. Norvégia. Okay. Hát, érdekes, hogy helyszín. Standard kenyai Google autónk van. Kenya, itt van Mombasa tábla. Most már szerintem. Kisauni, ez egy város. Kisauni még egyszer. Kisauni harmadszor is a táblám. Ott van Kisauni valóban. Mindenki tudta, szép volt. Következő körünk egy standard tájföld. Mm-hmm. Mekkora hegyek vannak itt. Jaja. Ez lehet csak majd? Hova mész itt? Ezen gondolkodom, de van egy-két pálmafa. Nem tudom, hogy lehet a déli része. De ahhoz még nagyon nagy ez a város, vagy úgy annak érződik. Meg hát ilyen, nem tudom, 3x3 vagy 3+3 sávos út van. Phuket ever? Nem tudom, hogy vannak ilyen hegyek. Nem. De ott déli volt a közelben. Masszív tippek. Hát itt fogunk ülni talán egy darabig. Igen. Ez egy komoly meccs lesz. India? Igen. Hát mondjuk az hindi? Ezen a busz megállón itt a... Nézem, falon. Nem tudom. Nem hiszem. Nem hiszem. Nem lepne meg, hogyha ez a Banglades túloldalán lévő része lenne valahol. De... Oda tippel Somsza egyébként. Komolyan? Hmm. Nem ott volt. De így is ők vannak közele. Pont a Milóik között félúton volt a helyszín. Következő körünk. Ez Ukrajna megint? Vagy nem tudom, lehet, hogy simán Oroszország, de az izénél, hogy hívják, nem? Itt a Georgia határánál? Nagyon pingel, aggó valamit. Kétféle tippünk van a pilos csapaton. És tényleg Ukrajna volt. És amit tényleg oda pingelt. Ja, ez a vorogta volt a táblára írva. Honnan tudták? Következő körünk egy Új-Zéland, ahogy nézem. Mm-hmm. Standard Új-Zéland. Azért az komoly, hogy itt már 100-zal lehet menni. Az elég beteg szerintem. Az szerintem dúlva. Ja. Innentől 100-zal mehet. Igen, most nézem. Az mi komoly. Van egy déli, meg egy északi tippünk. Hát ja, ezt északi szigetre tenném. De semmi konkrétum nincs szerintem itt. Ugyanazok a tippek jöttek. Hasonló tippek. Paks. Ja. Na, 3,5 szorzó. Mondjuk, hát amúgy... Nem látok egyetlen kriptet ott a táblán. Nem lehet látni. Szerintem éjszakra kell itt menni, nem tudom. De ja, nehéz kivenni a szöveget. De ezen angol szöveg van, és az éjszakon gyakoribb itt fönn. De hát... Na, ez volt a Banglades túloldalán. Igen. Rosszkor mondtam be, hogy mikor kell oda tippelni.
nem örülnek ennek a körnek. Ne, ez brutális, brutális az a környék. Következő körünk első Kolumbia? Ja, nem, már lehet. Volt Kolumbia. Jaja, kereszt alakú cuccon a tábla hátulján. Mindkét oldalom. Ó, van némi vörös föld. Ilyen tájt még nem látom egyébként Kolumbiában, az érdekes. Hm. Van egy közép, meg egy viszonylag északi tippünk. Itt is hedzselik az országot, én ezt a Bucaramangát tippelném. Úgy emlékszem, hogy ott van vörös föld, attól északra. Jaja. Tényleg az volt? Én nem tippelek, mert én most csak kommentálok. Már mindketten kiestünk Oragarival, úgyhogy mi már csak nézzük a profikat, ahogyan performálnak itt előttünk. Ez a Kambodzsa, vagy mi? Kambó kell, hogy legyen ezzel a talajjal. Ja, meg ezekkel a házakkal. Hát konkrétan... Majdnem azért ezer. Ja. Pedig már ötös szorzó van, ez brutál. És még mindig van 3000 élet a piros csapatnak is. Na mondjuk itt most lehet, hogy lesz baj. Hát azon kívül, hogy van első rendszám, nem nagyon van itt infóm. Van egy Ohio, meg egy Iowa tippünk. De szerintem hedzselik mindkettőjük. Az szép volt. Ó, az szép. Na, ez vége is lesz. Vége is lesz. Asztalolt. Pontosan elég volt. Sárga rendszámtáblát látok, úgyhogy... Remélem, aha, hogy ez... mi az? New South Wales. New South Wales lesz, igen. Igen, New South Wales. Ha a sárga rendszámtáblát látsz Ausztráliában, akkor az csak New South Wales lehet. Igen. Ha csak nem ilyen átkelő. Szép táj ez is amúgy, Sydney volt csak. Ez az utolsó BO1-es küzdelmünk amúgy. Igen? Innentől BO3-ak lesznek, aha. És tényleg? Hát nem, még van a Losers Round 4. A 4? Ja, igazad van, az még BO1. Az is még BO1. A következő körünk egy Belgium. Igen. Az épület az stimmel. Átutazó sárga rendszámok vannak, de ez például egy piros rendszám, ez teljesen belga. Bakonyék nem lettek a piros rendszámot, de nem vesztettek sokat, mert Franciaországra mentek. Következő körünk egy Argentina. Hát, ezt én csak Buenos Aires-re tenném. Én amúgy sík. Santa Fe province-re raknám. Ez a szomszédos éjszakra. Inkább egy picit éjszakabbra. Még éjszakabbra tippel Castroller. Bakonyék Santa Fe-ben van az egyik, a másik meg Buenos Aires-ben, úgyhogy stimmel. Van még egy Santa Fe province-es tippünk. Á. Kettőnk között. Na, egy nulla pontos kör a negyedik. Első táj vanunk. Lehet, aha. Bár... Egy volt, amikor azt hitted, hogy az, de nem az volt. Bangladesh, hogy volt az a fura kör. Igen. De most miért van? Taiwanon szokott lenni egyáltalán low-cam? Hát ezt nem érzem, hogy az lenne. Ez nem tudom. Hát olyan hatalmas blur ez. Ezt nem igen. Értem. Amikor ilyen hatalmas blur van, én nem tudom megállapítani, hogy mi van. Azt mondták nekem elvileg, hogy kamu a low-cam Taiwanon, de most nem tudom, hogy ez mi volt. Kettő
Kinél szólalat? Bekicsodázt, nem értettem. Következő körünk egy... Ez micsoda? Stabi antenna van, de... Mi ez, Kolumbia? Nem, vagy Mexikó esetleg? Mexikó tetszik. Ilyen fura zöld blur van, azt mostanában Brazíliában láttam. Dél Brazíliára tépel a piros csapat. Aha. Itt is Brazíliában vannak amúgy. Lehet, hogy ez a zöld blur, ez csak itt van. De a vicces, mert két kör volt egymás után, egy brazil, egy kambodzsa, és mindkettőben volt ez a zöld szaturációs hiba. Uh-huh. És hát az általában is egy eléggé erős 50-50 gyakran a Brazília kambodzsa a vörösfölddel. Igen. És még ez is se könnyíti meg a dolgot. Nem tudom, Olaszország, ez ilyen uh-huh. európai rulett. Amúgy ez tetszik nekem, ez a Róma körüli rész. Láttam már ilyen falakat ott. De persze lehet más is. De én elhiszem. Van egy olasz, meg egy... Ó, Mallorca tippünk is van. Az érdekes. Az nagyon érdekes. Lehet, hogy főz valamit. Lehet még ebből valami. Nem, csak simán Olaszország. Ja, izé, Pál. Még eléggé szólós egyébként. Ja, összekevertem a Mallorca igazat, oké. Már teljesen K.O. vagyok. Lehetne olyan, hogy adott csatornapontnál merch póló? Az igen. Komoly kérések vannak. Hát ez nyilván indó. Ez szerintem indó, de nem tudom, hogy hol lenne. Van egy érdekes ez a növényzet. Lámpunk meg egy East Java tippünk van. Ugyanez van a kék csapatban is pontosan. Ja, érthető. Érdekes ez a növényzet itt éjszakra, olyan, mintha ausztrál lenne kicsit. Fura. Igen. Asztalolt. Az kemény. Az kemény volt. Na, az első Dél-Korea. Beautiful location. Beautiful location. Van egy kérdés itt, amíg ez a kör lemegy. Milyen szintől számít valaki jó játékosnak? Ez egy tök jó kérdés, nem tudom. Mit gondolsz elő, Oragari? Hát nem mondám azt, hogy nyilván nem csak szerintem az lenne, hogy nagyon sokat kompetitívezni és jó is benne, hanem szerintem még az is számít benne, hogyha mutatja magát mondjuk ilyen versenyeken, nemzetközi uh-huh. versenyeken például. Vagy plonkítozik sokat, még az is jónak számít. Szerintem így ez a három igazából. Szóval akkor te nem valami ranghoz kötnéd, vagy lejátszott hát nem csak számához. Mm. Próbálja közben Legion guesszeni lesz utót, ahogy nézem. Igen. Meg is történt. Jó úton vannak a srácok. 880, majdnem megérik ezen a kört. Hú. Sri Lanka. Egy jeles Sri Lanka. Hát ez nem tesz jót most a kék csapatnak, mert itt csak kikapni tudna. Szerintem picit éjszakabb le tippelném. Kaszoroller úgy teszi. Levette a macska valamit, vagy mi? Nem, csak futott. Ja. Az elég? Szerintem elég. Az elég. És elég. Unlucky, hogy így Sri Lankán, de ebben a szorzóban... Az a Lesotho Legion Guess, az nagyon sokat segített. Hát ja, 800 dam Lesothóban, az is kemény. Igen. Megint Castroller és Kulir 28 ezret kapott. Úristen. Az komoly. Nem szaloznak azokkal a pontokkal. Gádemon. Úgyhogy az Dánia. Tényleg hogy Dánia, igen, meg? Most nézem. Valahogy meg kell enni. Standard Dánia.
Van egy Gothenburg tippünk egyébként. Meg egy Oslo. Lehet, hogy ott is van gál, de nem tudom. De azt mondtam, nincs. Az még szép kezdés. De nem emlékszem, hogy hogy van Norvégul az utca. De gáta a... Na, tessék, itt van a rombusz. De ez a standard rombusz, ez vagy 25 prefektúrában van. Ez simán Tokió. Nem láttam matricát, simán lehet. Nom nom nom. Igen. Majd szóljatok, hogyha csokis vagyok. No. Standard svéd. Rengeteg infó van, de nem biztos, hogy ezek mind megtalálhatóak egyáltalán. Nem. Lapla van viszont, tehát az éjszak lesz. Norrokers. Vej az út, igen, de Gáde az utca, és itt Gáde volt. Itt mindenki tudja, hogy Svédország, nem az a kérdés. Annyira nem volt éjszakon, mint gondoltam. Hát. Nagyjából. Hát... Na ez mi? Szerintem egy standard Amerika, sőt... Lehet, hogy délebb laknám egyébként. SC South Carolina esetleg? Amúgy button. Lehet. És tényleg ott van. És tényleg az volt. Kriszék nem vették észre. Uff. Hú, amúgy lehet, hogy ezután kell kérni fogok majd egy szünetet, hogy kinyújtozzam magam, meg hozzak új vizet. Ja. Mert azért lehet... Azért ilyen sokáig még nem voltunk. Ja, ez Andorra amúgy esetleg? Minél, mert szerintem simán spanyol. Simán csak spanyol? Igen. A Norvég az Gáte? Azt nem emlékeztem. Meddig lesz stream? Hát szerintem egy óráig még biztos. Innentől BO3-ak vannak. Igen. Dél-spanyol volt. Oda mondjuk ezt nem raktam volna. Olyan nem tudom, nedvesnek tűnt. Na, a 39. India körünk itt van. Mindjárt olyan sok India location lesz egyébként, mint a Improved World-on. Gujarat ever, vagy mi Rajasthan, Rajasthant akartam mondani, Gujaratban más írás van. Rajasthan amúgy? Hát, kicsit sivatagosan olyan... vibe-on van. A Rajasthan az nem ilyen lapos egyébként? Vagy ott vannak hát ez... egyetlen dombok? Uff, ide nem rakom ezt. India borzasztó nehéz, rettenetesen nehéz. Majdnem 3000 damage egyébként. Ja, most már 3-as szorzó van. Hongkong, standard Hongkong. Hát nem tudom, én ezt nem láttam Hongkongnak, kemény egy helyszín, nem ismertem. Nem gyenge autó, ja. 3,5-es szorzó, ez Hollandia. Nem. Anglia. Valon megyünk. West Derby. A Derbyt, mint hogyha már láttam volna. Westminster Gardens van. A Derby, ja itt van pont. A Nottingham mellett. Ami középen van. Pont, hogy középen a Derby. Uh-huh.
Ja, Chris megtalálta. Zsomsza nem bízik benne. Á, most már is oda kattintott. Rákomitálnak. De nem az, az volt. Hát ezek a bait táblák Angliában. Nem egyszerű. Na! Ez egy érdekes kör. Négyes szorzónál egy darab földút erdővel. Itt eldőlhet a meccs szerintem. Én már meg se szólalok. Én nem tudom, nincs antenna. Amúgy... Várjál. Lehet ez USA? Felőlem lehet. Nem tudom. Ez most nagy tipp. USA szerintem jó tipp. Ahol nincs antenna, Szerbia, Észak-Macedón. Nincsen antenna, meg ilyen nagyon fura location-ok, azok mindig ilyen a USA egyébként. Amúgy, ja, az a legbiztosabb, de hát most hova rakod ezt? Ez egy kontinens. Kanadára tippel a piros csapat. Na lássuk. Uff, és Isten. Ez nagyon kemény. Asztalod, és ez ennyi elég. Az nagyon kemény volt. Első körünk egy... Mi ez? Ez nem Botswana? Ez szerintem csak simán Botswana. Egyszer már beszívtam ezzel a Texas izével, benzinkúttal, emlékszel? Én nem is néztem igen. Körbe, mondtam, hogy Texas, aztán Dél-Afrika volt. Igen, erre emlékszem. De hát ez nagy gonoszság amúgy, hogy konkrétan Texas zászlós mintája van, és még a nevében is benne van. Szóval kemény. Na jó. Az szép 5K. Fúha. Nagyon kemény a srác. A világbajnok jelölt. Hát gondolom, hogy ez Brazília, de hol? Hát... Lehet, hogy itt a... Amúgy Salvador közelében esetleg. Ha már hegyek vannak a közelben. Meg nem kicsit... tudom, ez olyan fura, olyan, annyira Kolumbiának tűnik. Kósznak tűnik egyébként. Kósznak tűnik, igen, tök száraz, én max éjszakot tennék itt. Annyira fura hely. És egy max dél inkább, ez kemény. A nemzeti park közepe. Nem sima. Következő körünk, még egy Hongkong. Ez már nem tudom hanyadik, de nem tudom, mi van ezzel a mappal egyébként, hogy annyi Hongkongot kapunk. Ja, ma elég érdekes a felosztás, volt Feröer-szigetek is, nem is tudom. Oroszországból tök kevés volt ahhoz képest, Indiából volt rengeteg. Hongkong is azért nagyjából többször jelent meg. Ja. Nem tudom, mi van ezzel a mappal. Komolyan szíd. Puerto Rico? Vagy mi ez? Beírta az old chatbe, hogy NMI Guam. Vagy ezt csak én látom? Mert hogy, tehát, hogy team chatbe írta valójában? Micsoda? Aha, értem. Tehát baitnek beírták az old chatbe, hogy NMI, oké. Okay. Jó, jó tax. Amúgy ja, bevált, mindenki. Mert csak egyikük ja, ment. Csak egyikük ment Puerto Rico-ra, úgyhogy lehet, hogy bevált. E95M05, ezt tudja, hogy megtalálják. Oda Odessa van írva, jól látom. Úgyhogy itt, hogyha ezt szerintem... már amúgy kaptam volna, ezt a kört. E95 az itt van. M... Mi volt? M05. Hát az M14-et látom itt. De most ezt nem értem. Moszkva körül vannak. Ja, most átváltott Ukrajnára. De ez majdnem katasztrófába torkolt itt. Szép meg lett. Állj, de ez nem 13, úgyhogy nem teljesen értem.
Odessa volt a táblán, nem vették észre. Mi? Mexikó. Víz van. Lehet, hogy Baja California? Amúgy lehet. Víz van tőlünk nyugatra. És ilyen nagyon sivatag, száraz. Valami itt. Ja, én amikor, amit te amikor kírod véletlenül, hogy lesbi, hát igen. A szándékosan kell. Lesz a nézőkkel játék szerintem. Egy-kettő ja, biztos egy-kettő lesz. Mehet. Aztán majd Petko fogja tovább mi az folytatni a partizás is, ugye meg átüldeljük hozzá. Ja, fiatalok, akik bírják az éjszakázást, azok nyomhatják. Izrael? Igen. Első Izrael. Haifa meg egy Tel Aviv tipünk van. Arra jó volt, hogy a szorzót tovább növeljük. Három és feles szorzó következik. Uff. Ez is Ukrajna amúgy? Ukrajna? Én is azt gondoltam. Én bízok az Ukrajnába. Oda tippel a piros csapat. Pont nem látni a táblákat. Elég érdekes oszlás van a piros csapatnál. Á, nulla pont. Ó, mondjuk azért ebben a szorzóban már majdnem 500, de az se számottevő. Hát, hogyha full HP-juk van majdnem, akkor igazából ja. Nem számít nagyon. Peru? Peru, igen. Lehet, hogy na itt ezt, a tó környékén, a titikakató? Igen. Ezt tetszik. Épp kérdezni akartam, hogy Soul Region guesseled, te vagy a nagy Peru mágus. Hát néha. Néha, igen. Úgy múltkor olyan gyönyörű 5K-n volt, olyan büszke lettél volna rám Peruban. Peruban? Az Andok túloldalán volt egy helyszín. És volt egy perui oszlop, szóval tudtam, hogy az, és mondom, hát ez csak itt lesz. És tényleg ott volt. Azért Peru örültem magamnak. Az már nagy teljesítmény. Ez már volt, nem? Igen, nekem is ismerős. Itt van a 49-es telefonszám, ez volt igen. Itt Santa Catarinában. Igen, a Santa határon. Itt a... Az argentin határ, meg a folyó mentén, úgy emlékszem, nem? Igen, igen, igen. Eszembe jutott. Majdnem Argentina, igazából. Uh-huh. Ja. A telokodat Peruban nem ismerted, vagy nagyon lehet. Azt a az pont, hogy elég volt. Hát itt erre most lemaradtam. Hogy volt ez elég? Nézd meg a Game Summary-t. Plusz 200 pont még. Jézusom. Nem látták a streamet. Hogy hol volt ez a location. Igen. Az kemény. Egy pont. Azt hittem ez nulla pont lesz. Egyszer csak vége a meccsnek. Egyszer csak így vége. Egy pont így a tartsájéknak. Igen. Akkor mehet a következő igazából. Nem állunk le. Szóval Zsomsz, nyilván nem ismertem fel azt a location-t. Semmi nem utalt Perúra azon a helyszínen, amit te küldtél. No. 1-0. Brazília. Egy brazil oszlop. Ez mondjuk elég érdekes táj. Ja, amúgy ez full ilyen új-zélandi. Ja. Azokkal a kis dombokkal menő. Tetszik nekem a piros csapatnak a tippjei. Jaj, Rio de Janeiro volt.
Ez valami balti? Mi ez? Nem, lengyel, már látom. A lengyel zöld tábla ja, van, zöld. Most nézem én is, ja. Standard lengyel. Nem mondod, hogy megtalálták, nagyon pingelt valamit, de csak nem. Jó, nem. Csak nem. Lengyel országban hogy találna meg bárki valamit? Á, lehetetlen. Az a kihívás lenne. Most is átpörgetem. Kicsit heavy erre a streamre. Fülöp-szigetek. Amúgy ez Fülöp-szigetek. Nekem repeat, de nem tudom, hogy hol volt. Szerintem volt már nekem ez a helyszín. Talán streamen volt. Déli sziget letippel a piros csapat. Kékek teljesen elosztják az országot. Ó, Max D. Standard japán írás. Na, lássuk. Hát mondjuk ez nem annyira standard. Nem látok matricát. Matrica nincs. Ó, ott van egy. Hát, várjál, nem, ez lent lesz délen. Ez Kyushu szerintem. Ez a sárga cucc, ami tartja a kábelt. És csak sárga, de ilyen üveg alakja van, ezt így hívják. Csak sárga, az itt van délen. Jó helyen van, nem tudom ki ez, Isti? Akit nézek. Tartsáik nem ott vannak. De jó meta volt, mert Tokió volt csak simán. Jó az a meta. Konkrétan ma délután tanultam meg. Abszolút. Nevermind. Na, Nigéria se sok volt ma. Szerintem nem is volt. Egyáltalán még ez az első. Nem emlékszem. Semmi. Egy Lagos azért biztos, hogy belaknak szerintem. Aha. Én mondom, Lagos meg izé Abuja vagy Ibadan, aztán hát annyi. Hát olyan sok lehetőség van egyébként a városok között. Igen. Király japán meta volt. Ja. Simán Lagos. Kettő. Indó, ugye elsőre? Nem, Malajzia. Fehér vonalak vannak. Ez Szaba? Fura matricák vannak amúgy az oszlopon. Lehet. Hát nem, ez nem a római négyes oszlop, úgyhogy lehet, hogy csak simán szalavak. Uh-huh. Mikor lesz közösségi? A verseny után. Ezres. Ez kemény ilyenkor már. Igen. Nagy újabb japán kör. Nem, ez Dél-Korea. Ja, persze jobban megyünk, igazad van. Csak megláttam a rombuszt és megörültem neki. Hát eléggé standard. Alapból Dél-Korea mindig ilyen standard. Amúgy igen. Néha szárazabb, néha nem, de ez biztos csak az évszaktól függ, hogy mikor vették fel a felvételt. Sarawak oszlop volt, azt mondta Zsomsza az előbb. Nézd majd a csatot egyébként. Láttam. De a Twitch szerencsére nem látja, meg amúgy a TikTok se látja. Ecuador? Ja, ez a dupla fényvisszaverős oszlop. Na nézzétek itt a magyarországi zászló egyébként. Mhm. Kicsit elrontották a felvonást. Guayaquil van odaírva valahova. Nem tudom, hogy hol, de biztos már 6-szor átnéztem rajta. Már nem tudok olvasni ilyenkor. Itt van Guayaquil, hogyha... Látom én is. Ah. Észrevették. Az itt most már 3 és felesnél fáj, ezres.
Ja, hogy G-quill volt. Igen, úgy volt, rövidítve volt. Érdekes. Na nem baj, megjön a japán körünk azért még. Egy japán. Az semmi. Ez specifikus, ez az oszlop alja, de ezt nem tudom, hogy hol van. Ez is specifikus. Nem emlékszem. Nem ezt tanultam meg, sajnos nem a könnyebben megtanulhatóakat. Úgyhogy nincs nagyon semmi mit. Mondhatni, vakon vagyok. De tetszik a hedge, ilyen standard hedge. Van egy Nagoya, meg egy Hiroshima hedge-ünk. Okayama. Mm. Azt gondolom, hogy a tetődíszítésre volt valami meta, de nem volt oroszlán mintája, ha jól láttam, úgyhogy nem hiszem. Sima Szerbia, az mondjuk most jött be először a versenyünkbe. Mit szoktál látni a japán rombuszokban? Hát attól függően, hogy hogy vannak felfestve és hol vannak rések a rombuszban, más prefektúrában vagy Japánban. De csak kb. Háromfélét tudok. Shizuokát tudom, Ságát tudom, meg még egyet-kettőt. Rendesen pörgetik a srácok most a tippeket amúgy. Igen. Ez egy standard Litvánia kör. Úgyhogy, ja. Nem baj az egyébként, hogy gyorsan pörgetik. Legalább gyorsabban végzünk. 12. kör egyébként. Kemény, 5 és feles szorzó. Ez egy Szerbia. Rendszám akar ott lenni. De a sárga tábla az ugye ex-jugoszláv országok. Meg nincsen antenna, úgyhogy... Papovics, nem tudom. Valami Patovics, de tével, nem Papovics, szerintem, tudom. Lehet, hogy megtalálható amúgy 40 másodperc alatt, de úgy látom, hogy nincs meg. Hát ez úgy tűnik, nem találják meg. Tényleg Papovics volt amúgy. Érdekes. Hatos szorzó Franciaországban. Friheboa D18, na hát ezt keresse meg valaki akkor, nice. Itt van egy 05-ös telefonszám, szóval Bordó. Ott vannak amúgy mind a ketten, de hát merész megbízni a teherautóban. Nagy kíváncsi leszek. Ja. Hát... ebből nem lesz pont. Ugyanúgy sok. 14. kör, 6 és feles. A Csabának majd válaszolok a kérdésére a meccs után, csak most már bármikor véget érhet a meccs, mert ugye akkor a szorzó van. A Törökország. Hát... 6 és feles szorzónál valószínűleg itt vége van. Itt már szerintem véglés lesz. Ez egy hatalmas folyó akar lenni, vagy pedig tó? Szerintem tó. Mert itt Gaziantep fölött vannak ilyen nagy vizek amúgy. Lehet, hogy akkor én be tippelnék, hátha. Hát nézzük. Jézusom. Jézusom. Ez komoly tipp volt. Na és akkor ez így most hogy állunk? Akkor igen, most ezt megnyerték Tartsáék. És ők fognak majd játszani a döntőben. De akkor ez 2-0 lett?
Igen, 2-0. Milan Isti fog játszani most Kulé és Kastroller ellen, hogy ki fogja megnyerni a Losers Bracketet. Na, ez mi? Mi ez, Tájföld? Elhiszem. El tudom képzelni. Olyan fura ez a sárga talaj. Nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Indulra mennek a pilosék. Van egy Kalimantan, meg egy Sulawesi. Szép. Az szép. Erős kezdés. Elsősz, hogy 2000 damage elsőre jön. Le is állítom a szavazást, mert nehogy átszavazzanak. Oké. Okay. Jordánia. Az első Jordánia. Jordánia. Első Jordánia. Amman van a hotelen, úgyhogy... Köszi a donation-öket, Máté. Van ott valami? Nem látom, nem tudom elolvasni. De mondjuk a másikat. Pont úgy van a location, hogy ne látszódjon. Vannak ilyen kék cetlik az oszlopon, az jelent valamit. Én teljesen idegen vagyok itt. Az biztos, hogy nem New South Wales egyébként. Az legalább megvan, nem tudom, Victoria? Ja. De mondjuk van egy pálmafa, van pár pálmafa, de nem tudom. Ugyanazok a tippek jöttek, mint két csapattól. Igen. Na, az most már szerintem tényleg Bangladesh lesz. Annak tűnik. Ez a fekete-zöld tuktuk. Ez nagyon bangladesi. Folyótól délre? Ide tenném. Hát jó, mondjuk nem inném, hogy Legion Guess-elnék a Bangladest. Hát ja, meg most még nincs akkora szorzó, hogy megérje. De nem, persze. Csak simán főváros volt. Következő körünk egy Kalifornia lesz. Inyo County. A három sárga cetli. Az oszlopokom. Ez jó meta. Közben jött egy kérdés, hogy no move van, direkt nulla info helyre rak le, vagy hogy van? Na hát ezen a térképen, amit most játszunk, 100 000 location van. És abból a 100 000-ből fog lerakni téged egy random helyre. Hogyha kezdőként elkezdesz játszani duelt, a World Mapon mennyi volt? 2 millió? Vagy mennyi helyszín volt a ragari, amúgykor megnézted? 2 vagy 4 millió. Ja, sok millió helyszín van, szóval az rosszabb. Itt kontroll alatt van tartva az elosztás, ezért jó ez a térkép. Ezért jobb ez a térkép, mint a World Map. 2 és feles szorzónál egy jó... mi? Hát ez elég fura egy helyszín. Lengyelország, gondolom. Rendőr Lengyelja. De hol? Hol vannak ilyen ültetvények, ilyen fenyő ültetvények? Lehet, hogy éjszakon. Hát, ketté osztották az országot a kék csapatnál. Viszonylag délen volt, érdekes. Szép volt. Ez egy nagyon furi helyszín volt. Ezekkel az ültetett vákkal. Nagy bocsona. Pörgetik a srácok amúgy. Igen. Milyen az útirány? Jó erre az útirány, lehet, hogy az az 5K ott. És tényleg az az út volt, felismerték. Kemény. Nem Oragarival játszottam már, mindketten kiestünk a csapatunkkal. Ez most már a döntőbe jutásért megy. Rövid antenna. Van egy sárga
rendszámtábla. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy éjszakra víz van. Van egy ilyen vibe-om. Nem tudom. És ez egy ilyen tengeri panorámás ház. Nekem ez a megérzésem. Nem tudom, hogy így lesz-e. Nem így volt. Nincs sajnos éjszakra víz. Ebből sem lesz sok pont. Nem. Négyes szorzó következik. Indózászló. Hát... JPL. Az most Dali van kiírva? Ja, azt hittem, hogy Bali. De nem, Bali lett volna akkor. A jó. Mert Bali az nincsen. De hát azt nem hiszem, hogy az. Ez ilyen standard, izé, cseréptetős dolog. Ja, két szigetet lefedik, Szumátrát meg Dzsávát. Igen, ugyanúgy. Szép tippek Szumátrában. Négy és feles. Haladunk. Mennyi sebzés volt eddig kiosztva, hogy az első kör az masszív volt, de kb. Egál van, 600 vagy 700 a különbség a kettejük között. Közben most egy UA-i van. Hát itt megrakják a nagyvárosokat, aztán annyi, gondolom. Bár amúgy négy és felesnél ez is fájhat, hogyha valamelyik várost nem feded le. Na lássuk, ez így mennyi lesz. Az szép. 500, 650. 657. Hát figyelj, hogyha 3000 HP-d van, azért a 650 az már érződik. Igen. 5-ös szorzó. Uff. Új, nagyon jó. Kár, hogy a chat ezt nem látja, hogy mi a Twitch, a beszélgetést, ami zajlik a meccs közben. Na hát a két legnagyobb kirgiz város lefedik. Már várok egy nagy kör egyébként. Hát érik, 5 és felesnél vagyunk. Azok a balon mennek láthatólag. Masszív olajfa ültetvény. Szerintem front plate, úgyhogy indó lesz. Akkor viszont Szumátra. Esetleg Kalimantán. Tetszik a Szumátra egyébként. Kuri hát ott van ez a Jambi rész, ott rengeteg olajfa ültetvény van. Van egy malajzia tippünk is. Make sense, amit hogy ezekkel az ültetvényekkel muszáj. Kalimantán itt a másik tipp a kék csapatnál. Hát ez olajpálma, nem? Ó. Hát nem tudom. Azokat nem ismerem föl ilyen könnyen. A izéket felismerem, az európait felismerem. De nem oliva olaj, hanem olajpálma. Ja, olajpálma. Ja, ja, ja. Az más. Szürke autó, vagy szürke hát ez autó. Is színű. Hát ez az, nem? Annak tűnik. Lehet, hogy bután csak simán. Jó, hát olajpálma akkor, mindegy, hogy mi a pontos neve. Mindenki értette, hogy miről van szó, csak a faszakértő ember kötekszik. De úgy látszik, hogy mégse szürke autó, mert Fülöp-szigeteken van a igen. Kék. Csapat. Középre tippelnek, ami mondjuk make sense. Akkor benéztem, vagy hát lehet, hogy ott is van ilyen színű. Ajjajaj, az ott vége lesz. Kastrola egyébként pont, hogy oda tippelt, Luzonra. És kemény. Így ki is kapnak. Kemény. Jó, akkor ez 1-0 kulék, nem, Milánéknak, nem? Hát az én csapattársaim. Igen, Milánék. Igen.
Akkor ez 1-0, akkor menjünk. A Valentin, ne bánsd a bújj, mert csak vicceltem. Ez mi? Mik ezek az oszlopok? Ez nem Oroszország, simán. Nekem is az volt az első gondolatom, de nem rémlenek ezek a bolárdok. Ritkán kapunk Oroszországot. Nem minden stimmel hozzá. Na, régiótip. Nagyon szép régiótip. Uff. Amúgy a piros csapat nagyon magabiztos volt, de nem igen. Volt igazuk. Riga 145. Nem hiszem, hogy baj lesz ezzel a tippel. Szerintem nem is akarják megkeresni a fájkét. Itt már szerintem egyből tippelniük kellene. Főleg, hogy nincsen egyetlen többszörözős. Hát a presztízs miatt azért csak érdemes. Meg az az igazság, hogyha az ellenfél sürgeti a meccset, akkor lassan kell játszani szándékosan. Én ezt hallottam. Például Rocket League-ben, hogyha kéri az ellenfél, hogy add fel, mert már annyival vezetnek, akkor biztos, hogy nem adott fel, tudod. Hanem aha. Még az összes többi goal explosion-t végignézed. Hogy a lehető leghosszabb legyen a meccs. Szóval hát én megértem, hogy keresték. Standard Svájc. Persze, reket légezünk haverokkal sokat. Jó tippek. Most a kék csapat eddig flawless-ben van, három körben van. Maga biztosak nagyon. Na, lássuk ezt az ausztrál kört, hogy tippelik meg. Ez Canberra egyébként. Látsz valamit, ami alapján, vagy... Várj, van egy vagy ilyen piros színű rendszám tábla. Annyira ilyen sok fa van így körülöttünk. Nem tudom, lehet. Hogy... Mindenesetre a kék csapat nem ért egyet veled. Van egy... Igen, van egy max... igen. Ugyanarra tippet mindkét kék csapat. Nem tudom mi alapján, lehet, hogy a piros rendszám alapján. Tudom, hogy az is létezik, de nem jegyeztem meg, hogy hol. Rocket League stream lesz-e? Hát nem tudtam, hogy ilyen igények is vannak, nem hiszem. Ez az Ecuador is itt, Cam, ezek szerint. Aha, ezt igen. Nem tudtam amúgy. Ne off-topikoljuk el, majd az ilyen kérdéseket másik streamen. Koncentráljunk itt a versenyre. Standard Malaysia. Igen. Ja, fehér vonalak vannak. Igen. De ezek ilyen izé, ilyen szumbatetők, vagy mik, nem? Csak hát nem épületen. Szabá pólokat látok, úgyhogy... Szába lesz simán. Afrikába zoomolt be a játék. Igen. Itt a végén. Cables. Mi ez, Fülöp-szigetek? Nem. Bengáli vagy izé van. Hindi. De nem látom, hogy melyik. De hát akkor viszont Banglades, nem? Mert igen, Banglades, Indiában most nincs nézem ilyen. Én is, igen. Á, van egy-két bengáli karakter, jó, stimmel. Az egy nagy, nagy plonk volt. Isti mondta Milánnak, hogy menjen át nyugatra, és utolsó pillanatban váltott át, és amiatt lettek közelebb. De ne aggódj, mert á, nem, semmi. Szenegál, hát még... Szenegál, csak simán. Megláttam a nagy blurt, mondom, na, megint az India is, de aztán...
Yeah. Nem stimmelt a dolog. Itt van valami info. Nem látom. Nem látok semmit a táblán. Azt a mindenit, lehet, hogy volt valami tambakon. Lehet, hogy volt. Szép tippek. Szép tipp igazából. Négyszeres sebzés és Cyril betű. Orosz. Tomanovka. Ez nekem már volt egyébként. Vagy Romanovka. Hú, ezt elváltam. Az vagy nem emlékszem, hogy hol volt ez. Érdekes ez a talajszín. Mi ez? Bagdarin? Ez van odaírva. Uranudétől kicsit keletre van Milán. Ja, egyetértek a kelettel, de hát nagy hely ez. Elhatották az utat. Ez nagyon kemény. Ó, Istenem. Ez nagyon kemény. Jöhetnek az ötkák a csetbe. Nagy török. Hát ez elég mediterrán vibe-os. Viszonylag, ja. Köszi a hidratálást, mindjárt megint elfogy az almalém. Mindjárt éjfél van, basszus. Kemény. És egyébként már majdnem 4 órája szűnik velünk egyébként. Hát igen, olyan 3 óra 51. Nem semmi. Hogy el a nyeremény? 7,5 dollár körül áll. Sima konyha. Ó, Istenem, nagyon jó. Na, egy újabb Oroszország. Figyelj, 5-ös szorzónál bármi lehet. Nem? Bármi lehet. Persze, ha megint tudják az utat, az nem segít. A Volvográd felett tippelnék egyébként, amennyire ilyen picit szároz. Arra felett tippel a kuliék, de délebbre. Na, északabbra van a kék csapat, lehet, hogy eldől itt, hogyha tényleg itt van a helyszín. Ó, most átváltott. Az fájni fog szerintem. 2000? 2200, megfelezi. Majdnem megfelezi az életet. 5-ös, 5 és feles szorzó. 12 kör, ez már... Melyik volt a leghosszabb? 16 vagy 15 kör volt? Hát valami ilyesmi, ja. Ó, rengeteg akar, infó van itt. Nem akar nagyon beadni ilyen nagyországi köröket, amúgy ez a map. Azt hittem ez Észtország, de ezek szerint nem. Észtország lesz. Miért nem volt benne biztos a kék csapat? Lehet, hogy nem tudom. Látták a táblát. Vagy lehet, hogy ott is lehetett, nem tudom. 6-os szorzó. Már megint, ez már nem tudom, hogy hanyadik kis ország, de egy emiatt fog elhúzódni amúgy ez a stream. Ja. Németországban van Milán. Azt hittem ez Belgium amúgy. Németországban van a piros csapat is. Oké. Nulla pontos kör. Nem tudom, az a sok téglaépület Belgiumot juttatta eszembe, de mondjuk nem volt egy piros rendszám sem, úgyhogy... Volt egy Mönchengladbach zászló. Na hát ilyeneket tudnak a cseten, látod, Oregali? Azt tudod. Azért az nem semmi. Hát, kicsit félnék. Mi ez? Puebla? Azt mondja, kicsit félnék.
Őrület. Ó. Elég északon van a kék csapat. Á, ott van a kék csapat is. Köszi a hidratálást, FK. De mindjárt elfogy meg itt az almalé. Ú, de szép tip Milántól. 1300 sebzés. Kb. 1000 HP előnyük van, de hát 7-es szorzó van innentől, már nem számít. Mindenki csinálja meg a Duolingóját, hát az lehet, hogy ma elmarad. Szerbián veszítenének, amúgy ez mekkora lenne. 7-es szorzó, basszus. Most már viszont biztosan ez a leghosszabb meccsünk, nem? Hát, hogy most egy ez meg lesz, akkor igazából igen. 16. kör még nem volt. Nulla pont. Jó, oké, 100. Belefér. Na most lesz meg a leghosszabb kör. Eddig. 16. kör, 7 is feles. Elképesztő. Na megint valami ex-jugoszláv. Horvátország. Horvát? Ez megtalálható, kétlem. Ez nagyon kicsinek tűnik. Hát... Szerintem még ez se lesz elég. Nem, semmi. Asztalolt élet. Jézusom. Ó, de szép helyszín ez. Na. Na, ez hol van? Nem mondok semmit. Köszönöm. Meg lesz csinálva a Duolingom, srácok. Nincs mitől félni. Nem tudom, egy Stavangert kell itt rakni szerintem. Meg egy Trondheimet is reménykedni. Én így vagyok ezzel. Tetszik, amit a kék csapat csinál. Ők másik irányból hedzselik ezt a régiót. Ja, Trondheim mellett. Ez fájni fog. Elég az is. Az elég. Abszolút. Jó, így Milánék tovább mentek. Szép volt. Na és végre használjátok a Norvégia emótot a Twitch-en. Nice. Isti már pörgeti is. Eléggé sziklás itt ez a rész. Gondolom ez Canadian Shield. Ők elhiszik. Ontario-ra tippel a piros csapat. Ja, Ontario-ban vagyunk itt is. Ez az út mentén kőfal, ez ebben a vonalban nagyon gyakori. Kanadai Shieldnek hívják. Kukorica van, na jó-e? Marcel megosztotta a live-ot, te az ex kollégám vagy? Vagy egy másik? Majd kiderül. Jól látom, hogy meta? Teljesen 50-50 nálad a pont. A predi. Konkrétan 50-50, így van. Konkrétan 50-50, ugyanaz a pont. És még nem járt le. Még van 5 másodperc. Menő. A TikTokra nem indítottam újat szerintem. Indítok újat. Mi ez Taiwan? Annak tűnik. Hallod? GeoGuessr teljesen lehal már nálam. Óceánba tippeltek az elején. Igen? Aztán megjelent Taiwan hirtelen, így kijött az óceánból. Nagyon kemény. Szép. Páre van. Ez Koló? Koló. Nekem azt tetszik. Hát itt van ez a festés az oszlopon. Fekete-sárga, fekete-sárga. Az eléggé Koló. Max Észak. Nem tudom. Nem értek hozzá. Amúgy lehet. De egyet értenek hát van a kékek. Hát van pár domb azért körülöttünk. Hát nem a sivatagba gondoltam, hanem
úgy viszonylag északra, Barranquillához, nem tudom, hogy kell kiejteni. Meg kell tanulni spanyolul amúgy, annyira sok spanyol név van a játékban. Ja, az volt. Hol észak? Valami bűnügyi hely, sárgával volt lekerítve a park. Az amúgy elég kemény. Simán el tudom képzelni, mert ezen a térképen sok ilyen helyszín van. Hát itt is van egy sárga rendszám. Itt is van, igen. Fail auto, mi ez, Peru? Elhiszem. Full izé, észak Perut megy a szalag. Ah, itt is van egy ilyen tipp. Tényleg az volt. Ja. Nagy Svédország. Tom Tabakken. Nem tudom. Középre tippel az ember, aztán reménykedik. Ja. Nagyjából ugyanaz a tipp. Na, hármas szorzó, hamar elérkezünk erre a pontra. Hajrá, hajrá. Ez mi? Oragari, vezess kérlek. Vakon vagyok itt. Hát nem tudom, Franciaország esetleg. Csehországra tippel a piros csapat. Ja, a kék csapat full Csehországban van. Ez lehet, hogy ez a matrica, ez valamit csinál? Nem értek hozzá. Hát nem minném, hogy ez valami ország specifikus lenne. Na, hogy áll a szavazás a TikTokon amúgy? Most már állítom. A kéket szavazták többen. Mi ez? Olaszország? Piros-fehér Chevron, jó. Elhiszem. Ez nem Strauss, ez Sostakovics. Románia volt. Mondjuk a ez sok sebzés lesz. A Chevronnal az pont jó egyébként, Románia. Hát látok egy sárga plétet, meg itt is előttünk. Uh-huh. Elhiszem. Jó, mondjuk ez úgy tűnik, mint hogyha Sydney lenne, úgyhogy... Igen, eléggé szerintem... úgy látszik. Ez most a komoly zenei lista, a filmzenében benne van az Origen. Végighallgattam az egész albumot, mind a 3 órát, és nagyon jó az Ori zenéje, még mindig. Szerintem egy jó fél órányit felvettem a listára, az majdnem egy 5K tartsától. Ez mi? Malajzia lehet egyébként? Lehet, nincs fekete full matrica. Fejl... Igen, de full fejl útvonalak vannak. Ja, olyan furán szűk az út. Ez a, ami tartja itt ezt a kábelt, ez érdekes. Mert ezekről van a meta amúgy, amit mondtam Japánban. De ez nem az. Érdekes egy kör. Indonéziára mennek amúgy. Igen. Ez is megint egy nagyon fura indonész helyszín, ez a kis szigeten. Ezek nemrég kaptak coverage-ot, nem? Nem, az szerintem már kapott. Vagy az a Sulawesi-nél van? A Sulawesi-nél van az új coverage. Románia, gondolom? Igen. Vagy nem? Ezt mint hogyha megkaptam oszlop. Volna egyébként. Ezzel a rohadt nagy ilyen izé, hogy hívják már ezt? Gáttal. Gát, igen. Ez nagyon jónak tűnik, ahol Milán van.
Ez nagyon tetszik nekem. North Maluku kapott nemrég. Hát nagyon vágják Vincék Indót. Télebre. Csak 300, 5 és felesni. Csoda tájat kapunk 12. körre. De szép. De szép vagy, honnan ezt vagy? Ezt gondolom Ausztria lesz, simán. Szép nagyon. Na itt azért mondhatjuk, hogy beautiful location. Jaja. Keresik a játékosok. Még egy darab tipp nincs lent a kék csapatból. Nálunk se. Ha. Na most már jönnek. Észak-olaszt mennek. Észak-olaszt? Megosztják. Az szép. 600, ez a harmada a HP-juknak. Istieknek. Véd, simán? Hát... Fekete-sárga Chevron van. Ez jót. Most már világomat nem tudom. De hát vagy svéd, vagy finn. Más nem igen lehet szerintem. Vagy finn amúgy az jó. Ja, eléggé svéd, de sose lehet tudni ezeknél a skandinávoknál, főleg, hogy finnoszvédek átviszik állandóan az építészetet, meg mindent. Finnországban vannak sokan, nem lehet tudni. Viszont Szalek nagyon jól tudta mégis, és ezzel megvan az első kör. Volt. Igen. Egy pont nekik. Egy bizony. És akkor már meg egyébként a következő kör. Igen, csak még várnak, hogy lépjenek ki. Oké, mehetünk. 1-0 Szalekéknak, ők a piros csapat. A TikTokosoknak mondom, akik így szavaztak. A 96. ausztrál körünket láthatjuk most. Amúgy ma szerintem Ausztráliában volt a legtöbb. Szerintem majdnem minden meccsen volt Ausztrália. Amúgy lehet, jó. Hát nem tudom. Nyúszhat vészen, de nincsen sárga plét. Nem tudom. Jaj. Nem akartam rakni tippet. Ajaj, gyorsan Antarktisz kell rakni akkor, uram. Az indiai óceánra raktam tippet egyébként. Úgyhogy igazából tök mindegy. Victoria volt, érdekes. Kolumbia is sok volt, meg Argentina, az igaz amúgy, jaja. Még az is igaz, hogy baromi hosszú a verseny, szóval nyilván valamiből sok kell, hogy legyen. Őristen, micsoda szó az. Van Németország, vagy ez mi? Hát közben meg ez ilyen francia is, tehát hát, ja. Belga. Van egy Luxemburg tépünk egyébként. A Luxi is jó, az is tetszik. Stere Luxemburg. Érdekes. Van egy francia, van egy német, meg van egy Luxemburg, ami ugye a kettő között jó volt, tetszett. Na ebből lesz izé 5K egyébként. Valószínűleg. Láttad a csetet amúgy? Láttam. Ja, jó. Nem tudod mute-olni? Hát most már levett a... Nem, megint elmute-olva. Közben egy stabil Lengyelországunk van. Lengyelország, igen.
Jó, mondjuk nem hiszem, hogy fontos lenne. Na most sincs mi utolva amúgy. Csak hogy ezt nem látjuk, hogy mi történik. Hát nem látjuk. De ott van Chris egyébként meg Lilo, úgyhogy... Nem tudom. Tudnak majd szólni, hogyha valami gáz van, vagy valami. Jó. És nehogy itt aztán óvás legyen a végén. Bangladesh. Hát annak tűnik, bár még nem láttam bengáli betűt. De ezzel az ilyen sárgás... Ott van egy. Sárgás ilyen coverage-el, ilyen naplementés ja. Coverage-el, így Bangladesh. Meg ez a zöld tuk-tuk, sötét, zöld vagy fekete tetővel, az is nagyon bangladesi. Ja, igen. Na, itt van a meta, de erről nem tudok semmit sajnos. Ezt nehéz megjegyezni. Csak neked. Hát a matrica, az gondolom, hogy Okinawát kell menni, ha háromban. Sok vonal is van közte. De én erről a rombuszról mondtam, hogy ezt nekem nagyon nehéz megtanulni, hogy melyik oldalán vannak a lyukak. És ezt pont ezt nem tudom. De ezt gondolom, hogy Okinawa amúgy. És van is ott egy tip. Ja. Az szép. Nem voltak 100%-osan megbízva ebben. Na, vissza is térünk? Igen. Mint ez Tokiónak látszódik. Ez standard. Más nincs itt. Az ritka-e, hogy a követő rendőrautónak Nigériában fel van kapcsolva a sziréna? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tök jó volt, érdekes. 1700 seb Japánban, szép. Az szép. Vej van. Ez már nincs betippelik. Hát igen. Itt még Dániában még 3,5-es szorzónál sem nagyon számít, hogy hova raknak. Hát kivéve, hogyha beütkázott persze. Így azért egy ezres. Ez komoly. Az szép. Ecuador, megint. Señal, este transito. Igen, itt van ez a dupla... Nem, ez nem Kolumb... Ja, de ez a dupla vezető oszlop van, úgyhogy az jó. Vagy ez a dupla reflektor. Ez már a döntő, igen. Ugye jól mondom? Igen. Ja. 1-0 a pontszám és tartalmat. A mindenit. Az igen. Oké. Okay. Jöhetnek az 5K-k a chatbe. Nem, pont, hogy a... Igen, tartsáik vezetnek, és most a Milánék nyerjék meg ezt a kört. Uh-huh. Na itt van a nigériai rendőrautó, amiről beszéltünk az előbb, de ennek most nincs felkapcsolva a szirénája. Az igen. Nagyon kemény tudta az utat ezt is. 88! 88! Júj! És Archie... És Argentinában végzünk? Aha. Azt hát vagy ki tudja, élet. Hogy végzünk-e, ugye? Jézusom! Na jó, ez... Ebből még talán kiderülhet, hogy ki fog nyerni. Asszalott élet.
Hát nincs semmim. Kék utcatábla van, az nem tudom, hogy hol van. Szállt a provincia tippel az egyik. De még túlélik. Ugyanazokat tippelték. Szóval Szalekék nyerték meg az első meccset amúgy? Igen. Aha. Tehát ugye nekik akkor egy win kell, és most ők vannak eléggé kutyaszorítóban. Hát igen. És így most van egy Oroszország. Hát sok sikert. Nyírfa van, szóval tudjátok, hogy én hova tippelem ezt. Van egy Szentpétervár tippünk. Az érdekes, van egy Irkutszk. Nagyon Irkutszk. Mind a ketten ott voltak egy pillanatig. És Krasznojarszk a másik tipp, itt vége van biztosan. Oh, azt tudod. Úristen. 20 ezer. Jöhet az 5K a csetbe. És igen. Akkor döntő parti, igaz? 1-1, igen. Döntő. Hát Irkutszkra nem gondoltam. Hú, majdnem nem maradtam amúgy. Jézusom. Nem tudom, hogy láttad, de éppen. Hát megvártam, amíg beléptél. Ja, jó, akkor jó. Nice. Ljunga. Agunarid. Védország. Ezzel már gyorsan végezzünk. Hát ezt most keresik. Én már nem tudok olvasni, úgyhogy nem kell. Mutassam meg, hogy hol van a Mount Everest. Jó, mindjárt. Amúgy nem tudom pontosan hol van, de majd megtaláljuk. Mi ez, Fülöp-szigetek? Tudom. Lehet, megint ez az autó, amit az előbb volt, amikor Fülöp-szigetek volt. De érdekes egy környék, semmi civilizáció, max észak, nem tudom mi lehet. Annyira nem max észak. De ők elhitték. Dél-Afrika, de hát nem tudom. Leszotó mellett tippelő tartsa. Eléggé a déli féltekén vannak Dél-Afrikának, sőt, most átmentek még nyugatra is. Váltogatják, hogy mi történik. Most Isti Leszotó mellé pingel, de Milán nem megy át. Jaj! Jaj. Nyújjúj, Antarktiszka. Már annyira fáradt vagyok, hogy már véletlenül is be is tippelem mindjárt. Hát ja, megértem. Négy standard hírószög. Érdekes, hogy most ezt lassan játsszák végig amúgy, nem plonkolnak azonnal, azért hát itt most már kemény... Itt már koncentrálnak rendesen. Mennyi volt? Valami 800 forint fejenként, azt hiszem, kb. Ha jól láttam, majd ki kell számolnom újra. Szép tippek. Valahogy megvolt nekik az, hogy ez így nyugaton lesz valami partvidéken. Mondjuk strand volt a felirat, szóval érthető. Következő az egy Fülöp-szigetek lesz megint.
Elég fura egyébként ennek a mai tornamentnek a szígyei egyébként. Ja. Hogy milyen országokat lak be, meg ilyesmi. Van olyan ország, ami nem volt egyszer se. Ilyen Ruanda nem volt például. Nem volt. Nem emlékszem már, hogy mi nem volt. Szlovénia se. Portugália volt egyáltalán egyszer is. Nem minném, hogy volt. Szerintem nem volt Portugália. Magyarország volt egy, igen. Szép tipp Davao-nál. Na, a 70. India kör, gondolom. Ez megint nagyon száraz. Hát ez is lehet felőlem Rajasthan amúgy. Szerintem egy tippet megér, de nem vagyok szakértő. De amúgy úgy látszik, Milán egyetért, Rajasthanban van. Ki tudom többi... nézni ebből egyébként. Ja, több mint 4 órája megy a live. Igen, érzem is. De köszi. Érzők, nem csak te. Ja. Meat potato moment, igen. Nem volt Rajasthan, csak simán közép. 1100. Hát... Ez ötkázható. Mondjuk érdekes, hogy... Érdekes, hogy a vízpart az ugye keletre van. Szóval, ja, gondolom csak itt. Elég igen. Közel van a túlpart. Einbokek, az volt odaírva? Ja, az volt ideírva. Einbokek vannak, úgyhogy igen. Megtalálták. Mindig a 90-es út. Mindig arra kell... Bocsánatot kérek itt a csörömpölésért. Mindig a 90-es utat kell tippelni. Szerintem az izraeli helyszíneknek az 50%-a a 90-es úton van. Gondolom látod a cseted? Nem. Hol? In-game. Ó, nem láttam. Nem láttam. Mindegy. Hogyha nyomsz egy entert, akkor látod. De ott sincs, ott sem látok semmit. Nem látod? Nem. Akkor lehet, hogy team, ja, team chaten volt. Ja, team volt, be akarta írni az elszerző 5K emote-ot. Jó fej, köszi. Na, közben erről a körről jól lemaradtunk, de úgy látom, hogy csak egy ilyen kelet-usát tippelnek a kékeknél. Ó! Hát itt vége lehet akkor, nem? Nem, még nem. Csak még 3700. De azért ez nagy sebzés most. Na hát... Ez Mexikó? Nem, hely, vagy... Hát én elhiszem. Hát nem tudom. Lehet, hogy Mexikó mégis. De ezek... Hát nem tudom. Nem tudom, valami csiva. Nagyon hasonlítanak a Kali... Polla egyébként. Ja, csak nem sárga. Ja, elhiszem. Amúgy USA-ban van a kék csapat. California, Arizona. Na, ez érdekes most. És Nevada volt. Vegas. Nevada. 1000 csak. 1000. Még nem elég. Románia. Uh-huh. Ez miért tűnik így nagyon így Magyarország közelébe? Lehet. Itt a magyar határa vagy valami. Hát ez most a kék csapatnak kedvez. Románia közepesen nagy ország. Amúgy van egy magyar tipp is. Eddig. Az érdekes. Ami érdekes. Na, átjöttek mindkettő Romániába. Egyik átment most már magyar határa. Meg van egy ilyen Bukarest közeli tippünk. Egy Bukarest van a kékeknél is. Így a piros csapat túléli ezt. 500 vissza. Most már sárgában van a kék csapat is.
Nem tudom, hogy itt mit látok. Mi ez Mexikó? Hogy mi akar lenni? Chile letippel a... Csak fehér vonal van, úgyhogy ezt azt értem, ja, de én így, igen. Először, nem tudom, még Európát sem zártam volna ki, aztán láttam az északi napot, de onnantól már inkább nem szólaltam meg, és ott az 5K. Kemény. Kemény. Itt van fél egy és 5K az a chilei kört. Nagyon kemény. Egy újjai, hát így... Hát itt csak a piros csapatnak van félnivalója, szerintem. Igen. Ó. Az szép tipp. De nem lesz elég az még, csak 200. Ouch. Gondolom, mit fog eldőlni akkor ez a verseny. Hát, még nem biztos, de... Ha azt mondod, hogy ezt tudják? Lehet, hogy hát, tudható. Én nem tudom. Én nem tudom. Az a baj, az összes helyszín Kirgizisztánban az ugyanúgy néz ki nekem. Ugyanúgy hegyekkel van körbevéve. Úgyhogy nem vagy ez egyedül. Ugye csak téli felvétel van, szóval semmi. Semmi kézzelfogható nincs. Nyilván tükrök ellásából lehet, azt tudom, de... Jézusom, hát ő tudta. Az szép. 1100, szóval most már tényleg eddig is bármi lehetett hatok szorzónál, de... Innentől... Na, ez balti lottó, orosz, mi ez? Amúgy tetszik az orosz. Itt talán még eldőlhet. Egyébként. És Milán instant persze. Van egy lettő tippünk. Szentpétervár körül van mindkét tippje a kék csapatnak. Átváltott a koloszra. És tudták. Asztalolt élet. Tudták a helyszínt. Őrület. Hát ez... Hát GG. Ihetetlen volt ez a döntő egyébként.